Egyes esztergomi kérdéseket érint, illetve esztergomi kérdést elemzünk, mégpedig azokkal a szempontok alapján, hogy mi a képviselő feladata, mi a polgármester feladata, illetve mi a képviselő testület feladata. Akkor kezdjük először azzal a kérdéssel, hogy mi is ez az önkormányzatiság, mi a kapcsolat a központi kormányzat, illetve az önkormányzatiság között, hol húzódik a határvonal, ha van ilyen, ebben melyikük lesz az illetékes? Tanár úrral megegyeztünk, én kezdeném. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy megtiszteltetés, hogy itt van szerencsénk részt venni ezen a rendezvényen, és ezekre a kérdésekre megpróbálni válaszolni. Hát az, hogy mi az, hogy önkormányzatiság, az még ugye igazából nem feltétlenül annyira jogi kérdés, tehát itt még a hatályos jogszabályoknak annyira nincs szerepe. Itt azt kell látni, hogy vannak olyan feladatok az államban, amelyeket inkább helyi szinten érdemes ellátni, mint központosítani, mert a helyi közösség ismeri jobban azokat az igényeket, amik ott felmerülnek, olyan sajátosságokkal rendelkeznek, amelyeket ott tudnak ellátni, és ezért ugye kialakult az a rendszer, hogy vannak központosított feladatok, nyilván számra talán tudunk mondani a törvényalkotástól kezdve, amelyek az ország egészét érintik, és hát a kis helyi közösségek, kisebb-nagyobb helyi közösségek ügyeit pedig ugye letelepíti az állam, megengedi, hogy helyben intézzék, és ebből indul ki ez az önkormányzatiság elve, ami egyfajta önállóságot jelent. Ez akkor szervezeti felépítésre is vonatkozik, gazdasági gyakorlatra is vonatkozik, tehát nagyon sok területe van. Az a lényeg, hogy itt az állam átad egy bizonyos területet a helyi közösségnek, és ugye mivel a helyi közösség nem tudja saját maga az állampolgárok az összes ügyet ellátni, ezért ugye kialakul az a rendszer, hogy helyi képviselőket választanak és létrejön a testület, tehát ugye ezt már ugye a szervezeti részét mindenki ismeri. A lényeg viszont ugye az, hogy mi a kettő közti viszony, és az már ugye a jogi szabályozás kérdésköre. Tehát azt látni kell, hogy az, hogy a helyi önkormányzat és az állam közti viszony milyen, illetve hogy milyen feladatokat, milyen lehetőségeket kap a helyi önkormányzat, az mindig a központi döntés határozza meg, az a központi hatalomnak egyfajta, ha nem is ajándék, az nagyon csúnya szó volna itt, de azt gondolom, hogy egy átadott lehetősége, és mindig a hatályos alkotmány és alaptörvény keretei között kell ezt elképzelni. Attól függ, hogy ez mennyit enged meg. Ez ugye annyit jelent, hogy ki is mondja az alkotmány, illetve most már alaptörvény, hogy minden helyi feladatkört, hatáskört csak a törvény keretei között lehet gyakorolni, ez az annyit mond ki, hogy amit helyszínre megenged, az csak törvényben engedi meg, nagyon szűk körben saját maga is vállalhat feladatokat, de ezt mind-mind az alkotmány meg a központi törvények keretei közé szorítja. Tehát azt kell mondanom, hogy ilyen szempontból az elsődlegesség az a központi hatalomé, a hatályos alaptörvény szerint is most már markánsabban, a korábbi alkotmány szerint egy kissé kevésbé volt az, de mindig a központi hagyja meg ennek a keretést és ennek a széleit, határvonalait. Hogyha így ki lehetne egy indulásként, aztán rá. A következő kérdés, ami felírtam magamnak, hogy mik egy települési önkormányzat feladat és hatáskörei. Tehát látjuk, hogy az állam delegálja igazából a feladatokat helyi szintre. Mik ezek a feladatok? Illetve milyen hatásköröket ad hozzá, milyen eszközei vannak az önkormányzatnak a feladatok ellátására? Itt az előbbihez kapcsolódva, akkor ha megengedik, megint én törekednék erre valamiféle választ adni. A helyi önkormányzatoknak a feladatait azok megint csak központi jogszabályban kell keresni, meg az alaptörvényben, az alkotmányban is benne volt. Ott alapvetően megmondja a szabályozás, hogy mit tehet egy helyi önkormányzat. Ebben benne van, hogy jogalkotási jogot kapott, ez egy nagyon fontos lehetőség, hogy rendeletalkotási jogot kap. Megmondja, hogy a költségvetését saját maga állapíthatja, meg ugye azt rendeletben fogadják el, ugyanúgy a saját szervezetét kialakíthatja. Vállalkozhat a tulajdonával, gazdálkodhat, de nagyon fontos, hogy mindegyiknél ott van egy törvény keretei között teheti meg mindezt. Most ami ennek a kulcspontja, és megint csak egy kicsit az első kérdésre visszakapcsolva az, hogy mindegyikben az alkotmányban, meg az alaptörvényben is van egy olyan szabály, hogyha az állam feladatot ad az önkormányzatnak, akkor ez egy nagyon szép kitétel, hogy azzal arányos finanszírozást kell adni. Hát az, hogy arányos, az ugye nagyon sok mindent jelentett, mert arányos lehet a 80% is, a 60% is, meg a 100% is. Többnyire ezzel az a probléma, hogy az állam, a központ, az önkormányzatoknak nem adja meg a feladat ellátására a szükséges forrásokat,
És hát sajnos az Alkotmánybíróság a kezdetektől fogva azt mondta, hogy az önkormányzat a kapott feladatokhoz, hogyha nem kap állami támogatást arányosan, az nem olyan mértékű jogsérelem, ami megalapozna alkotmánysértést, tehát a központi hatalom nyugodtan megteheti, nem csak most, hanem a mindenkoriról beszélek, hogy egyszerűen nem ad annyi forrást, mint amennyi kell a feladat ellátáshoz. Ugye itt jön szerencsétlen önkormányzat, és próbál valamilyen módon ugye a feladathoz forrást találni, helyi adót kivet, megpróbál a tulajdonával gazdálkodni, esetleg azt eladja a különböző vagyonelemeket, hogy fent tudja tartani magát. Hát nyilván ez egy véges folyamat, és nagyon sokszor látszik a jele. De minden esetre azt lehet mondani, hogy az alaptörvényen kívül az önkormányzati törvény az, ami oda telepít különböző feladatokat, és itt olyanokra kell gondolni, ami a helyi lakosságnak az alapellátásához kell. Egészséges ivóvizet biztosítson például, működtessen temetőt. Tehát olyanokra kell gondolni, ami mindennapi élethez szükséges, a mindennapi élethez kellő feladat. Aztán ugye mindent nem tud az önkormányzat sem ellátni, tehát nagyon sok mindent az állam magához von, de olyasmire kell gondolni, ami helyben könnyebben megszervezhető, a helyi igényekhez könnyebben hozzáigazítható. Tehát itt a teljesen elgondolható ivóvízellátás, temetőfenntartás, nem tudom, hogy még mind keresztül számtalan ilyet ismer a törvény nagyon sokszor általánosan fogalmaz, sportügyek, ifjúsági ügyek, nem tudom én, iskolai, óvodai nevelésnek a biztosítása, ezt letelepíti, de ez mindig törvénytől függ, tehát az a helyzet, hogy ezt is mindig az adott törvény mondhatja meg, vagy a központ, tehát bármikor a törvényt, ha módosítja, akkor egy feladattal csökkenhet, vagy nőhet. Csak egy példa, hogyha elnök úr itt megengedő, ugye nyilván tudjuk mindannyian, hogy hallottunk róla, hogy például a megyei önkormányzatoktól ugye az intézményeket az állam most átveszi, tehát az intézmény fenntartási feladat, hogy a megyei önkormányzat múzeumot tart fenn, könyvtárat tart fenn, nem tudom én milyen intézmény tart fenn, az most állami feladattá válik, és az állam így egy törvénnyel elvette ezeket a feladatokat. Úgyhogy ez mindig változik, mindig az adott állami elképzeléstől függ. Nagyon szűkek azok a korlátok, amik szemben ugye az önkormányzat itt védelmet kaphat, tehát igazából nagyon sokszor úgymond tűri az állam ami beavatkozást, ezt lehet mondani. Köszönjük szépen. Akkor áttérnénk az egyes önkormányzati szereplőkre. Legelőször a probléma a jegyzői feladat és hatáskör volt. Ugye volt is, nem is volt jegyző Esztergomban, törvénytelen módon lett kinevezve a jegyző, kétszer, aztán harmadszor is, utána Gyesre ment a jegyző, utána aljegyző lett, hogy ebben a kuszaságban szeretnénk, hogyha egy kicsit rendet raknánk a fejekben, hogy ki is ez a jegyző, ki ez az aljegyző, mik az önkormányzati feladat és hatáskörei. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Most, hogy nekem is van lehetőségem megszólalni, nagyon szépen köszönöm Réfavi elnök úrnak én is a meghívást. Azzal kezdeném a kérdésre adott válaszomat, amiből tanszékvezető úr kiindult, hogy ugye az önkormányzás az valami olyanokból jön létre, hogy az állam ugye bizonyos feladatokat helyi közösségekre ruház át. Ez ugye világos mindannyiunk számára. Azonban ugye kell, hogy legyen valamilyen olyan szereplő a rendszerben, aki valami fajta professzionalitást, tehát valami hozzáértést, szakmai hozzáértést megtestesít egy szervezet működtetése vonatkozásában. Ez a szereplő a jegyző kell legyen az önkormányzatok tekintetében, akinek ugye az lenne a feladata, ezt úgy fogalmazza meg egyébként az önkormányzati törvény, hogy vezeti a képviselőtestület hivatalát. Ugye ez már nagyjából egészében be is határolja a feladatait. Nyilvánvalóan azonban azt látni kell, hogy a jegyzőnek különböző település nagyságtól függően más és más feladatai vannak. Hogyha belegondolnak abba, hogy mondjuk egy 300 fős kis településen a jegyzőnek jóval eltérőbb feladatai vannak, mert mondjuk az ő hivatala 4-5 fős összesen, mint mondjuk egy olyan településen, mondjuk egy megyei jogú városban, ahol maga a hivatal több mint 300 fős. Tehát itt a jegyzői munka nagyon sokrétű lehet, és egy attól függően, hogy mekkora hivatalt vezet a jegyző. Jegyzővel kapcsolatban ugye arra utaltam az elején, hogy valami fajta professzionalitással, tehát szakmai hozzáértéssel kell bírnia, és ennek az alapját meg is teremti mind a korábbi önkormányzati törvény, mind az új 2011-ben elfogadott önkormányzati törvény. Ugye azt mondja, hogy a jegyzőnek bizonyos fajta képesítéssel kell rendelkeznie, ami az ő szakmájának a gyakorlásához elengedhetetlen. Ezek a végzettségek a következőek lehetnek. Úgynevezett igazgatásszervező végzettség, amit ugye a korábbi államigazgatási főiskolán lehetett megszerezni, most már
ugye jogi karok is csinálnak ilyen jellegű képzéseket, tehát igazgatásszervező, közigazgatási mesterszaknak mondja a szaknyelv a másik típust. Ez ennek egy magasabb szintű változat, amit ugye az előbb igazgatásszervezőnek neveztem, illetőleg jogi végzettségű is lehet a jegyző. Nyilván azt fontos látni, hogy a különböző képzettségek azért másra-másra képesítenek. Tehát hogy az igazgatásszervezői végzettség az egy merőben gyakorlatiasabb végzettséget ad, mint mondjuk a jogász, hiszen ugye a jogásznak sok minden olyan kérdést is meg kell tanulnia egyetemi tanulmányai során, amit mondjuk jegyzőként nem biztos, hogy alkalmazni fog. Tehát én kevés olyan jegyzőt láttam, aki mondjuk a jogtörténet klasszikusait elevenítette fel a munkája során, tehát neki azért mondjuk szélesebb látóköre van ezekre a kérdésekre. Ami még nagyon fontos a jegyző vonatkozásában az, hogy szakmai gyakorlatot is megkövetel vele kapcsolatban, két éves közigazgatási gyakorlatot követel meg vele kapcsolatban a jogszabály, illetőleg azt, hogy vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy jogi szakvizsgával kell rendelkezni, az egyik kiválthatja a másikat, tehát ez egy erőnyös dolog a jegyző számára. Magyarul azt akartam ezzel a kicsit hosszúra nyúlt, többszörösen bővített összetett mondatommal kifejezni, hogy egyrésztről végzettséget is megkövetel a jegyzőtől a jogszabály, másrésztről nem csak végzettséget, tehát nem elég az, hogy kijött az egyetemről és már hirtelen fel is okosult, hanem megkövetel valami fajta gyakorlatot is tőle a jogszabály. Ugyanez egyébként az aljegyző vonatkozásában is elmondható, akinek nagyon egyszerűen meg lehet határozni a szerepét, a jegyző helyettesítése. A jegyző helyettesítése a funkciója. Nüanszokat leszámítva a feladat és hatásköre azonos a jegyzővel, amennyiben a jegyzői tisztség nincs betöltve. Amennyiben a jegyzői tisztség be van töltve, akkor a jegyző határozza meg azokat a feladatokat, amiket az aljegyző láthat el. Nem akarok most kitérni azokra a kérdéskörökre, amik Esztergom vonatkozásában nem relevánsak. Ugye vannak olyan kis települések, ahol aljegyző nem működik, ez itt nem releváns, tehát most talán nem foglalkoznék. Még annyi, hogy a célja a jegyzői feladatnak törvényesség, vagy hogy... A jegyzőnek ugye nagyon markáns feladata az, hogy minden esetben jelezze azt, hogyha az önkormányzat szervei vonatkozásában törvénysértést észlel. Ez feladata a jegyzőnek, tehát nem csak ha úgy tetszik, akkor jelzi, hanem kötelezőnek jelezni azt, hogyha akár a polgármester, akár a képviselőtestület bármilyen fajta tevékenységében, vagy akár bizottság tevékenységében is törvénysértést észleli, ezt neki jeleznie kell. Ez talán a legfontosabb funkciója. Köszönöm. Akkor térjünk a következő önkormányzati szereplőre, a polgármesterre. Mik a kötelező feladatai, illetve milyen feladatokat ad neki az önkormányzati törvény, illetve milyen feladatokat kaphat meg opcionálisan? Illetve mivel gyakorló önkormányzati szakértők mind a ketten, hogy mennyire gyakori, hogy feladatköröket elvonnak, illetve milyen gyakori a képviselőtestületi dominancia egy önkormányzaton belül? Ez inkább gyakorlati, de először elméletileg a polgármesteri feladatokról szeretnék kérdezni. Ha megengedik, akkor én erről mondanék egy pár gondolatot. Ugye a polgármester általában úgy képzelik el, hogy ő is a testületben részt vesz, ott valamilyen központi szerepet gyakorol. Ezt lehet látni, hogy ő neki valamilyen vezető szerepe van. Ez valójában igaz is, hiszen ő vezeti a képviselőtestületet. Annyi a szerencse, talán azt mondhatjuk, hogy őt is a választópolgárok közvetlenül választják. Tehát ugye van olyan modell is, például a megyei önkormányzatnál így volt, ahol a közgyűlés elnökét maguk a megválasztott képviselők választották egymás közül. A polgármestert ugye maguk választják a választópolgárok, tehát ugye el tudják dönteni, ugyanúgy, mint a képviselőnél, hogy később a munkáját értékeli és a következő ciklusban megválasztja vagy sem. Polgármestert jelenleg 4 évre választják, ez változni fog, mert 2014-től már azt mondja az új szabályozás, hogy onnantól kezdve 5 évre fogják választani a testületet meg a polgármestert, tehát el fog térni az országgyűlési ciklustól. 5 évre fogja kapni a megbízatását. Most a polgármesternek többféle feladatköre van. Az egyik típus talán az, ami magához a testületi ülés vezetéséhez kapcsolódik, a testületi munkához kapcsolódik, vezeti az üléseket, beterjeszti a napirendet, összehívja az ülést, tehát minden olyasmi, ami kapcsolódhat az üléshez, a rendeletet a jegyzővel együtt aláírja, és így tovább számtalan ilyet lehet találni. A másik típus, amit úgy hív a szakma, hogy úgynevezett államigazgatási hatáskörök, ezt központi jogszabály adja neki, törvény. Innentől kezdve azzal a testület nem tud mit csinálni, tehát ahhoz nem nyúlhat hozzá. És van egy harmadik kör,
amit ugye azt mondja a törvény, hogy a képviselő testület átadhat bizonyos hatásköröket, vannak kivételek, tehát felsorol a törvény olyat, amit nem adhat át, például rendeletalkotás, például költségvetés elfogadása, tehát nyilván a legfontosabb kérdéseket nem adhatja át, így meg lehet fogalmazni, ez a logikája a rendszernek, de nagyon sokszor vannak olyan ügyek, amikor képviselő testületnek olyan jellegű önkormányzati ügyekben kell önteni, amit egyszerűen a mennyisége miatt nem fog bírni. Tehát hatósági ügyekre gondolok, kérelmek elbírálása, szociális ügyek elbírálása, mondok példákat, nem biztos, hogy itt is így van, de lehet így is, tehát attól függ, hogy éppen hova tartozik. Ezeket tipikusan a képviselőtestület ennek sokasága miatt átruházhatja különböző testületekre, szervekre, polgármesterre, bizottságra, nem tudom, hogy még hova, akár ügyintézőre is bizonyos típusokat. Ennek az a lényege, hogy ebből nagyon sokszor rendkívül sok van. Tehát ez egy nagyobb településnél több százas nagyságrendű is lehet éves szinten, hogy nem maga a testület hoz közösen döntést, hanem odaadja egy olyan szervnek, ami nyilván, ha egy személy, akkor gyorsabban tud dönteni, mint ha egy testület összeül. Ugye ez nyilvánvaló sokkal könnyebb, hogyha minél kisebb egy testület, annál könnyebben hoz döntést jó esetben. Na most a polgármesteri feladatkörök közül nem lehet elvonni azt, amit törvény ad neki, és nem vonható ez, ami az önkormányzati törvényben van, mint egy ülés vezetése a képviselőtestület működésével kapcsolatos, viszont az a főszabály, hogy amit a testület átad neki, tehát amit tőle kap, azt visszavonhatja tőle. És itt ugye nem ad a törvény olyan szabályozást, hogy milyen indokkal vonhatja vissza, mert nyilván az övé a hatáskör, tehát az a testület hatásköre, csak átadja, más gyakorolja, átruházza, így használja a törvény. Tehát ilyen ügyekben előfordulhat, hogy egyszerűen visszaveszi a hatáskört, ennek persze sokféle oka van, ügyteherváltozás, ügyek átcsoportosítása, azt is lehet mondani, hogy nyilván lehet politikai oka is, ha mondjuk az együttműködés nem olyan szintű, akkor lehet ez egyfajta szankció, hogy akár le is terhelheti, tehát lehet ez a fordítottja is, hogy elhalmozza hatáskörökkel. Ugye egy szervnek a működését úgy is le lehet blokkolni, kicsit kilépve az alkotmánybíróságot tudom ilyenre mondani, hogy egyszerűen elárasztom a hatáskörrel, amikor az Országos Választási Bizottság döntéseit oda telepítették, és belevénult az alkotmánybíróság. Ugyanígy meg lehet ezt csinálni mondjuk a polgármesterrel is, vagy a bizottsággal, tehát ez a testületnek a lehetősége, hogy hova teszi a hatáskört, de csak ezt a típust. Amit törvény odaad a polgármesternek, azt nem veheti el. Most itt még a polgármester jogállásával kapcsolatban annyit hadd mondjak el, hogy nyilván egyfajta együttműködést feltételez maga a rendszer a különböző szereplők között, de a polgármesterrel, képviselővel, hogy a megbízás megszűnési esetei, már a keletkezését néztük, hogy közvetlenül választják, viszont az a logika érvényesül, hogyha már meg van választva, akkor a választó polgárok nem tudják őt visszahívni, utasítani, leváltani. Ez koronként eltért a legelső variáció történelmi korokkal ezelőtt, hogy pont a fordítottja volt, hogy konkrét utasítást kapott a vezető, és hogyha nem működött úgy, akkor visszahívhatták, utasíthatták. Jelenleg nem. Tehát a polgármesterrel, képviselővel, bárkivel elégedetlen a választópolgárkör egy dolgot tehet, hogy a következő választáson nem kapja meg a szavazatát. Tehát körülbelül a rendszer ennyit enged. Ebben nyilván azért így elsőre lehet furcsa elemeket felfedezni, de megvan ám a logikája, mert ugye, hogyha egy népszerűtlenebb döntést hoz egy testület vagy egy polgármester, akkor nem lehet ugye azonnal visszavonni. Gondoljunk bele, hogyha mondjuk akár vetítsük ki országgyűlésre, hozna egy adót, egy új adóval megterhelni, és vissza lehetne vonni, hát másnap jönne a kezdeményezés, hogy na akkor választunk újra, legyen új testület, legyen új. Tehát ugye ez helyi szinten is nyilván megvan, és ezért van ez a lehetősége, hogy egy bizonyos ciklusban eddig 4-5 éven keresztül tudja nyugodtan dolgozni, aztán ez nyilván a körülmények alakítják, de onnantól ugye nem tudják mondjuk népszerűtlenség miatt, vagy bármilyen ok miatt ugye a választó polgárok őt visszavonni. Tehát hogyha ennyit a polgármesterről még a megbízási megszűnésével kapcsolatban érdemes volt talán rögzíteni. Nem írtam fel, most merült fel a kérdés, hogy volt Esztergomban egy olyan ügy, hogy amikor a polgármester asszony nem tartotta meg a testületi üléseket, a képviselő testület a pénzügyi bizottság elnökét nevezte ki, hogy ő vezesse az üléseket, akkor ez elvileg törvény szerint nem lett volna lehetséges, mivel ez nem elvonható hatáskör. Erre nagyon könnyű idézőjelbe tenni választ adni, mert megmondja a törvény, hogy az ülést kivezetheti. Ugye azt mondja, hogy a polgármester vezeti az ülést, vagy hívja össze. Ha nincs polgármester, akkor ezt megteheti az alpolgármester, mert az helyettesítheti a polgármestert. Ha ilyen sincs, akkor azt mondja a törvény, mert az a törvény el tud képzelni sokféle lehetőséget, akkor azt mondja, hogy a helyi közösség, a képviselőtestület ezt a saját szervezet és működési szabályzatában, ami egy helyi rendelet rendezi.
és az annak megfelelő módon történik az összehívás. Na most, ha ott nincs rendezve, akkor gyakorlatilag a szál elvarratlan, mert akkor a település vagy a képviselőtestület nem tud törvényesen összehívni, egyszerűen azért, mert nincs, aki összehívja. Erre megvan az állami beavatkozás, ugye beszélt a tanár úr is róla, hogy az államnak azért ott kell lenni, hogy törvényesség megmaradjon, mert már a szabályozás ismer olyat, hogy ilyen esetben a kormányhivatal is megteheti azt, hogy összehív testületi ülést, de hát nyilván az már csak a legvégső variáció. Ilyen esetben, ha ebben a konkrét ügyben, hogy arról lett volna szó, hogy az SMS-ben van erről rendelkezés, hogy valaki összehívhatja, akkor ez törvényes lett volna, de mivel az SMS-ben nem volt ilyen, ezért ez az akció ugye minden jogi alapot nélkülözött, nem volt jogszabályi lába, és ezért, ha jól tudom, az Alkotmánybíróság ki is mondta egy rendelet módosítással kapcsolatban, hogy azért lett alkotmánysértő egy rendelet, mert eljárási szempontból hiba történt. Nem, megfelelő hívták össze. Ez egy nagyon fontos dolog a jogalkotásnál, hogy nem csak az a lényeg, hogy a tartalma legyen rendben, hanem a meghozatalán az eljárási lépések is legyenek rendben. Tehát, hogyha eljárási hiba történik a jogalkotás során, akkor az eredményezheti azt, hogy most már a legfelsőbb bíróság utóda a kúria, vagy pedig az alkotmánybíróság megfogja a rendeletet, és megsemmisíti. Az azt jelenti, hogy joghatása innentől kezdve nincs, mint nem is létezne. Tehát ez az adott ügyben, hogy ez lehetett a akkor ezt a jegyzőnek kell jeleznie, hogyha esetleg ez megtörténik az előbbi alapján. Ugye a jegyző képviseli a szakmát, visszautalva a tanár úrra, tehát ő a szakmai stáb, meg a hivatal. Ezt a jegyzőnek ugye nyilván a saját SMS-ét nyilván ismeri a jegyző, tehát vélhetően azért a helyi rendeletekkel képben van. Vélelmezzük ezt, én mindig vélelmezem, és innentől kezdve, hogy a jegyzőnek ismernie kell ugye az önkormányzati jognak a hátterét, egyébként a joganyag rendkívül szerteágazó, és most már olyan mértékben változik, hogy ezt ember le a talpán, aki ezt követi. Reggel megnézi a közlönyt, nem biztos, hogy este ugyanaz a joganyag, mert olyan gyorsan fogadnak el új törvényt, előfordult már velem is. De ezt a jegyző ugye elvileg látja, ismeri az önkormányzati törvényt, tudja, hogy mit ad lehetőségként, ismeri az SMS-t, és ugye ezt tudja jelezni, hogy ebben az esetben jelzi ezt úgymond azoknak, akik össze akarják hívni, hogy ez bizony elvileg ugye megtörtént, tehát fizikailag össze lehet hívni ülést. Én is összehívhatok, ha most azt mondom a képviselő uraknak, hölgyeknek, kint találkozunk az utcán, hogy tessék beülni, és beülnek az én szavamra, akkor én összehívtam, de hát az nem törvényes. Az nem testületi ülés, az egy magánbeszélgetés. Ez körülbelül ilyen, tehát ugye ezt a jegyző észléli, akkor ezt jelezni kell, hogy itt ugyan megtehetik, tehát a jegyző nem kötelezhet senkit, de ugye jeleznie kell, hogy ez bizony törvénysértő, ennek olyan következményei lehetnek, hogy majd a kormányhivatal, majd valamilyen szerv fellép. Hát itt fel is lépett ugye az Alkotmánybíróság egy ilyen ülésen meghozott döntést megsemmisített. Tehát ugye, mintha nem történt volna semmi, meg lehetett volna előzni ezt a problémát, hogyha nem tudom, hogy jelezte a jegyző akkor és ott, tehát ha vagy jelzi a jegyző, vagy ha hallgatnak rá. Ugye ez a szerencse. Nyilván nagyon sokszor a szakmát felülírhatják politikai szempontok, vagy felülírják, nem Esztergomról beszélek, hanem általában ez előfordul, mert ugye azt azért lássuk, hogy a jegyzőnek, meg különböző szerveknek, ami állami szerve, egy dolgot kell nézni, a törvényességet, főleg az, hogy törvényes vagy nem törvényes. A képviselő, a polgármester, az országgyűlési képviselő, az politikus. Ő többfélét néz. Törvényes az egy darab szempont, de ugye azt is nézi, hogy gazdaságilag megéri. Rám szavaznak-e újból az emberek? Népszerű-e a döntés? Politikailag jó vagy nem jó? Tehát számtalan szempont közé kell besűríteni a jegyzőnek, hogyha csak az a dolga, hogy törvényességet vizsgáljon. Hát a két szempontrendszer néha érdek összeütközéseket eredményez. Ez óhatatlan előfordul. Úgy kanyarodjunk is át. A következő szereplőre érdekes lesz képviselők. Kik az önkormányzati képviselők, és ugyanígy mi a helyük az önkormányzati rendszerben, mi kapcsolódik hozzájuk. Valószínűleg az már nagyon jól átjött a résztvevők számára, hogy itt felváltva stand-up comedizünk tanár úrral. Ez azért is van, mert akkor a másik tud egy kicsit pihenni. A kérdésre válaszolva, folytatom ott, ahol tanár úr abba hagyta, ugye a polgármesternek nagyon jelentős szerepe van a rendszerben, hiszen ugye tipikusan jelentős számú ügynél olyan hatásköröket gyakorolhat ő, amit mondjuk a képviselő testületnek nem kell. De ha viszont ugye egy olyan helyzet állna fönn, hogyha képzeljük el azt a horrorisztikus helyzetet, hogy csak a polgármester van a rendszerben, és semmilyen más választott tisztségviselő nincs körülötte, akkor ugye azért fennállna a lehetősége egy egyeduralom kialakulására. Nyilván egy kicsit ez is van valahol az egész rendszer kialakulása mögött, hogy több személy legyen olyan, aki a választók közvetlen bizalmából fakadó módon vehet részt a döntéshozatalban, ezek a személyek lesznek a képviselők. Az, hogy ugye hány képviselő van, bemozgok,
Az, hogy ugye hány képviselő van, az a település nagyságtól függő dolog. 2010 előtt jóval jelentősebb volt a különböző képviselőtestületek létszáma, azt egy igen racionális módon lecsökkentette az országgyűlés, és így, ha jól emlékszem, akkor Esztergomban is kevesebb, mint felére csökkent ugye a település nagyság változását. Nem változott ugye a település nagysága, de ugye a képviselőtestület létszáma felénél kevesebbre csökkent le. A települési képviselőkkel kapcsolatban van egy nagyon szép megfogalmazás az önkormányzati törvényben. Az úgy szól, hogy a települési képviselő a közösség egészéért viselt felelősséggel képviseli a választók érdekeit. Ebben a mondatban nagyon sok minden benne van. Nagyon sok minden benne kellene, hogy legyen. Elsősorban az, hogy a különböző módon megválasztott képviselők között nincs jogállásbeli különbség. Tehát függetlenül attól, hogy valakit egyéni választókerületben választottak meg, vagy ugye listáról jutott be a képviselőtestületbe, ez irreleváns, mindegy, ugyanaz lesz a feladat és hatásköre mindegyiknek függetlenül attól, tehát hogy egyéni vagy nem egyéni módon jutott be a képviselőtestületbe. Mik ezek a jogok és kötelezettségek, hogy őt, mármint a képviselőt elhelyezzük a rendszerben? Elsősorban ugye joga és egyben kötelezettsége is, hogy részt vegyen a képviselőtestület munkájában. Tehát részt vegyen abban a folyamatban, amit mondjuk egy képviselőtestületi döntéshozatal megkövetel. Megint egy picit azért arra utalok, hogy tág képet lássunk, hogy különböző méretű településeken ez nagyon eltérő lehet. Képzeljenek el egy kis települést, egy községet, néhány száz vagy mondjuk ezer lakosú községet, ahol a települési képviselő nagyon sok dolgot ténylegesen maga csinál. Tehát szervezi a falunapot, osztja az ételt, vagy bármi egyebet csinál, tehát tevékenyen, aktívan részt vesz különböző szervezési folyamatokban. Ugyanezt képzeljék el mondjuk egy megyei jogú városban, ami mondjuk 50, 60, 80, 150, 200 ezeres település. Ott ugye a képviselőnek más jellegű feladatai vannak, ott elsősorban inkább a döntéshozatalban való közreműködés a feladata. Az Esztergom méretű települések talán azért jók, mert ennek a két település nagyságnak az előnyeit egyesíthetik. Vagy egyesíthetnék adott esetben, hiszen ugye nem olyan nagy, ezt a legjobb értelemben mondom, nem, hogy félreértsék, tehát nem olyan nagy a település, hogy ne lehetne átlátni a folyamatok egészét, viszont azért elég nagy ahhoz, hogy a képviselő mögött legyen stáb. Tehát elég nagy a polgármesteri hivatal adott esetben, képviselőnek vannak segítői, aktivistái, stb., akik ugye őt a munkájában segítik. A képviselőnek ezért talán azokat a Esztergom vonatkozásában talán, hogy azokat a jogait kell kidomborítani és előtérbe helyezni, hogy ha egy kicsit ilyen látosabban akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy képben legyen, mindkét irányba. Pontosan tudja azt, hogy mik a választói igények, mik a választói érdekek, hogy azt képviselni tudja, viszont képben legyen azzal is, hogy az önkormányzati döntéshozatal éppen mit követel meg. Nagyjából ugye a nevében is benne van ennek a jogintézménynek az elnevezésében, aki képviselő. Ugye a választók érdekeit képviseli, megjeleníti, úgy szoktuk mondani az alkotmányokban elnézést, hogy becsatornázza az egyedi érdekeket az önkormányzati döntéshozatalba. Tehát ott van neki a választókerülete, vagy az ismeretségi köre, kapcsolatrendszere, stb. Onnan hozzáérkeznek jelzések, amiket ő be tud csatornázni a döntéshozatalba. Nagyon fontos talán az tehát, hogy a képviselőnek nagyon széleskörűek a tájékoztatáshoz való jogai. Például a Kokáért talán azt tudom mondani, hogy mondjuk részt vett minden olyan bizottsági ülésen is, aminek egyébként ő nem tagja. Tehát van egy bizottság, mondjuk legyen pénzügyi bizottság, az adott képviselő a pénzügyi bizottságnak nem tagja, de ha tudja, hogy ülést tart, mert ugye ezek az ülések nyilvánosak, akkor ő azokon részt vehet, és települési képviselőként kifejtheti ezeken az üléseken is a véleményét. Ugye a kérdés egy kicsit arra is vonatkozott, hogy milyen jogosultságai vannak. Ugye az egyik ilyen a tiszteletdíj, amit ugye úgy fogalmaz meg a törvény, hogy ugye költségtérítésben részesülhet, tehát hogyha utaznia kell, akkor utazási költségtérítés, ilyen is mire gondolok, illetőleg tiszteletdíjban részesülhet. Ez nem kötelezettség, hogy neki azt kell kapnia, hanem van arra lehetősége a képviselőtestületnek, hogy tiszteletdíjat állapítson meg a képviselőtestület egyes tagjai számára. Nagyon szerencsés ugye, hogyha ez a tiszteletdíj megállapítás arányban áll a képviselőtestület munkavégzésével. Ez egyébként településenként nagyon eltérő gyakorlatokat mutat. Tudok olyan települést mondani, ahol a tiszteletdíj vagy nincs, vagy jelképes. Tehát szó szerint jelképes mértékű, mert a települési képviselők úgy döntöttek, tehát képviselőtestületként úgy döntenek, hogy erre nem tartanak én. Van olyan, ahol jelentősebb, ott nyilvánvalóan van egyfajta elvárás a települési képviselővel szemben, hogy intenzív aktív munkát végezzen. De ugyanazt
tudom elmondani, és el is kell mondanom, mert ez nagyon fontos, hogy ezért a ebéli tevékenységért a települési képviselő, hogy jog szerint felelősségre valójában nem vonható. A felelősségre vonás ugyanúgy, ahogy a polgármester esetében is tanár úr elmondta, politikai felelősség. Ugye, ha nem vagyunk elégedettek a képviselőnk munkájával, ezt észleljük azért, mert nézzük a tévéközvetítésen, hogy mit csinál a képviselőtestületésen, vagy mit nem csinál, vagy nagyon egyszerű dolgokra is gondoljanak, nem köszön vissza az utcán, vagy olyan viselkedést tanúsít, ami mondjuk az én értékrendemnek nem felel meg, bármire gondoltak, tehát nem vagyok vele elégedett, ez egy szubjektív meggyőződésem nekem, tehát nekem nem tetszik, amit csinál, akkor egész egyszerűen legközelebb 4 év múlva, vagy ugye majd 14 után már ugye 5 éves cikluson, 5 év múlva nem fogok rá szavazni. Tehát bármit csinálhat, ha az én bizalmamat ő elveszti, akkor azt a politikai szankciót tőlem meg fogja kapni, nem teszem a nevem mellé az X-et a következő választáson, és ha egyébként nagyon aktivista szemléletű vagyok, akkor még a szomszédomat is erre buzdítom, hogy hát talán esetleg akkor ne szavazz rám, mert nem képviselte az érdekeinket. Úgyhogy nagyjából tényleg azt akarom itt ezzel mondani, hogy a települési képviselő felelőssége ügyében a jog az egy keretet ad, de ez a keret mindenre nem ad választ, nem azért, mert rossz, hanem mert nem adhat. Fogalmilag nem adhat. Van egy csomó olyan kérdés, amire a válaszok nem jogiak, hanem politikailag kell, hogy legyenek, és ez nagyjából egészében arra a mondatomra vezethető vissza, amivel indítottam, hogy a település egészéért viselt felelősséggel képviseli a választók érdekeit a képviselő. Ha én úgy ítélem meg, hogy ezt nem így teszi, akkor a tekintetben én, mint választópolgár fogom levonni a megfelelő következtetést. Akkor, ha már átmentünk a tiszteletdíjra, akkor én is ugranék egyet, hogy nagy port kavart egy hír, hogy az városnak nem volt pénz, és visszamenőleg állapították meg a képviselők maguknak a tiszteletdíjat. Hogy ez szabályos, nem szabályos, illetve térjünk ki a polgármesternek a javadalmazására, hogy ezzel hogy áll szemben. Mert nem tudom, hogy nekem az ismertetés, hogy ő fizetést kap, tehát ez munkaviszony, a képviselő pedig saját maguk határozzák meg a tiszteletdíjat, illetve hogy ez hogy működik ebben, és gondolom. Bármelyikünk nagyon szívesen úgy felélettem, hogy én akkor ezt megpróbálom megválaszolni. Annyiban tér el, hogy a polgármesternek a juttatásait megmondja a törvény. Tehát ott törvény rendezi a kérdést, hogy különböző település létszámtól függően is, hogy mennyi jár neki. Különböző szorzó számokkal ezekkel hadd ne kezdjek el dolgozni, mert én leszek az első, aki matematikába itt belebonyolódik. A testület tagjainak viszont ugye azt mondja a szabály, hogy magán tiszteletdíjat állapíthat meg rendeletben. Most ez az a kategória, amikor magának állapít meg. Ilyen ez, amikor az országgyűlési képviselőnök a fizetéséről volt szó, amikor nem volt kétharmad, mint a mostani rendszerben, mindig azt szokták mondani, hogy akkor van egységes szavazás, amikor a térítésikről van szó. Akkor ugyanúgy mindenki azonnal az igen gombot megtalálja, akkor nem a büfében van. Ugyanez a képviselőnél is egy kicsit, ugye nem akarom nyilván elviccelni, de ugye saját maga állapíthatja meg. Nyilván azt megszabja a költségvetés, a helyi adottságok, hogy milyennek a korlátja, meg egy idő után a választópolgári türelem is, hiszen nyilván ebből nem lehet azért korlátok nélkül elszabadulni, tehát megállapíthatja a testület a képviselő tiszteletdíját, és nyilván módosíthatja is, hiszen a rendeletet módosítja, akkor módosul a tiszteletdíj is. Most az egy más kérdés, hogyha visszamenőlegesen állapít meg, hogy tiltja ezt a jog, vagy nem tiltja. Alapvetően azt kell látni, hogy visszaható hatályú jogalkotást a mai jogalkotási törvény nem ismer és nem szereti. A alkotmánybíróság sem szereti. Az volt mindig a logikája, hogy visszamenőlegesen akkor lehet jogszabályt módosítani, hogyha az a korábbi helyzethez képest jobb állapotot idéz elő. Hát ugye a képviselőnek valóban jobb állapotot idéz elő. Most ugye itt az a kérdés, hogy kit kell vizsgálni ebből a szempontból, hogyha mondjuk ezt egy alkotmánybírósági ügyre kivetíteném. Mert hát nyilván, hogyha én magamnak állapítok meg fizetést, akkor nekem az jobb. Na de vajon jobb-e az egésznek? Ugye? Tehát jobb-e a közösségnek, hogy visszamenőlegesen díjazza a képviselőt, hiszen lehet, hogy a választópolgárok nem újjongtak fel kiáll, vagy ordítva, hogy igen, én ezt szeretném, nem volt lakossági fórum, ahol 100%-os támogatás mellett skandálták volna, hogy fizetésemelést kérünk a képviselőknek. Tehát inkább ugye itt megint a jogon kívül eljutunk egy olyan kategóriába, hogy nem tud a jog mindent szabályozni.
nem lehet mindenre gondolni. Ugye a jogszabály az keretet ad valóban ugye a tevékenységeknek, de nem lehet minden tevékenységet előre látni. Mert az egyik kedves oktatom, a kis professzor úr, alkotmánybíró úr szokta mondani, hogy a magyar nép az a legleleményesebb, és bármilyen jogszabályba azonnal megkeresi és megtalálja a kiskaput. Történelmi fejlődése okán ilyen. Tehát az egyik kedvenc példáját hadd lopjam el erre, ugye mondja, hogy valamilyen államban, Belgiumban talán van egy olyan szabály, hogy aki a parlagfüvet kihúzza és beviszi a hivatalba, akkor az ezért juttatást kap, pénzt kap. És erre az az ő válasza, hogy ezt ha nálunk bevezetnék, akkor az emberek elkezdenék termeszteni a parlagfüvet és vinnék be a hivatalba. Tehát ugye ezt ugye úgy kell látni, hogy a jog nem tud mindent megoldani, mert valahol mindig kikerülik. A lényege az, hogy vannak bizonyos erkölcsi szabályok, aztán, hogy azt joggal úgymond át tudom elépni, hogy ez sérti az én meggyőződésemet, vagy nem, az egy másik kérdés. Jog nagyon sok mindent nem tud kezelni. Nagyon sok olyan előírása van, ami akár félreérthető, az adott szituációban nem kezelhető. Ilyenkor jönnek be ezek a jogon túli szempontok, jogon túli normák, erkölcs, értékek, normális felfogás, ugye lehet ezt ragozni, értjük, hogy miről van szó. Tehát erre kell gondolni, hogy ilyen esetben ugye az is egy válasz erre, hogy a jog mondjuk nem tud vele mit kezdeni, mondjuk egy bíróság, egy alkotmánybíróság ezt nem tudja mondjuk kezelni, mert azt mondja, hogy ezt nem tiltja kifejezetten törvény, de mondjuk lehet, hogy kezelik a választópolgárok majd a következő szavazásnál, vagy kezelik valamilyen módon. Csak egy fél mondatot engedjen, és remélem, hogy elnök úr ezen nem fog megharagudni, hogy a választásnál is, ugye a tanár úr is mondta, hogy a választópolgár úgy tud válaszolni, hogy nem szavaz a képviselőre. Most arra nagyon kell figyelni, hogy a szavazásnál is megvan az a kötöttség, azt mondja a törvény, hogy két egymást metsző vonallal szabad csak szavazni, tehát az nem érvényes, hogy odaírom, hogy őt akarom, meg bekarikázom. Ezt azért mondom, mert volt egy olyan választási ügy, képviselő választásával kapcsolatos egyébként, ahol az történt, hogy a törvény azt mondja, hogy két egymást metsző vonalnak kell a kis négyzetben lennie, az vagy egy X, vagy egy plusz jel. És az volt az egyik eset, hogy a választópolgár is egyébként ez döntötte el a szavazást, ez volt a lényege, mert egyenlőség alakult ki. Azt csinálta, hogy a jelölt mellé rajzolt egy akasztófát, azon egy lógó embert, és a lógó embernek a lába ilyen X alakba belógottak és négyzetbe. És a választási bizottságnak ezen kellett agyalni, meg nem mondom, mi lett a végeredmény, hogy ez most akkor érvényes szavazat, vagy nem, mert valójában két egymást metsző vonal ott van a kis négyzetben. Tehát ugye ez is olyan kérdés, hogy ez is utána azért akartam mondani, hogy ez is arra világít rá, hogy a jog hiába ír elő akármilyen egyértelműnek tűnő dolgon bármit, ugye kerülhetnek elő olyan helyzetek, amire egyszer rácsodálkozik a jogalkalmazó, vagy a jegyző, vagy bárki, hogy egyszerűen ilyen helyzet előfordulhat, mert hát ki gondolná ennek a végkifejletét. Tehát én erre ugyanezt tudom mondani, hogy ha a jog nem is tudja kezelni, és az emberek rácsodálkoznak, hogy te jó Isten, ilyen is lehet csinálni, hát akkor ugye ő azt tud tenni, hogy vagy jelzi a jegyzőnek, kormányhivatalnak, bárkinek, vagy pedig ugye a saját elképzelései szerint következő alkalommal szavazatát máshogy adja le. Akkor menjünk egy lépéssel nagyobb körbe, a képviselőtestület. Akkor a képviselők összessége, de pontosan mi is ez a településen belül, illetve az önkormányzaton belül mennyire határozza meg a működést a képviselőtestület? Ha nem tudnám, hogy Réfalvi elnök úr jogász, akkor most bebizonyította volna nekem, mert szépen haladtunk. A képviselőtestület a települési képviselők és a polgármester együttes fogalma. A képviselőtestületnek, ugye ezt, mint hogy önök mindannyian tudják, a települési képviselők és a polgármester a tagjai, senki más. A polgármester ugye úgy fogalmazza meg a törvény, hogy a határozat képesség szempontjából települési képviselőnek tekintendő. Ugye ő annyival több, idézőjelben, mint a települési képviselők a képviselőtestület működése szempontjából, ami tanár úr elmondott, hogy az ülésvezetésben nagyon markáns szerepe van, napirend meghatározásban szerepe van, de a képviselőtestület, tehát gyakorlatilag ugye a polgármester, illetőleg a települési képviselők közössége. Ennek a testületnek az a funkciója, amit pedig ugye én mondtam itt el néhány perccel ezelőtt a képviselők vonatkozásában, az, hogy egy kollektív testület legyen, egy olyan fórum legyen, ahol különböző nézetek ütközhetnek, ahol a különböző települési képviselők, meg a polgármester, ugye a különböző a választó polgároktól szerzett benyomásaikat, ismereteiket, gondolataikat, választópolgári jelzéseket összegyűjtögetik, és abból fakasztanak ki valami közös döntést. Ugye itt a kollektív bölcsesség fogalma szokott elhangzani gyakran, az vagy van, vagy nincs.
ennek nyilván egyik feltétele, hogy ugye az egyéni bölcsesség is meglegyen, és akkor abból fakadhat majd valami kollektív bölcsesség is. Tehát nagyjából egészében, hogyha meg akarom fogalmazni általánosságban, hogy mi a települési képviselő testület feladata, akkor azt kell mondjam, az, hogy közösen eldöntsenek olyan ügyeket, ami a helyi közügy fogalmába tartozik, tehát azokat az ügyeket, amik az adott közösséget, tehát az adott települést érintik. Ez most nem túl jogi megfogalmazás volt a részemről, ezt nyilván érzik. Le tudom ezt fordítani nagyon szárazra is. Az önkormányzati törvény exakt módon meghatározza, tehát nagyon pontosan meghatározza azt, hogy milyen hatásköröket kell ellátnia a képviselőtestületnek, és milyen olyan hatáskörök vannak, erre tanár úr már korábban utalt is, amiket nem ruházhat, tehát amit mindenképpen neki magának kell csinálni. Talán a legfontosabb ezek közül a jogalkotás. Rendeletet kizárólag a képviselőtestület alkothat. Azt nem ruházhatja át a polgármesterre, a bizottságra, a tanácsnokra, a választópolgárok összességére, senkire, azt neki önmagának kell megcsinálni, ezt nem tudja átruházni. Több ilyen át nem ruházható hatásköre van, megkímélném önöket, hogy ezt felsorolom. Azzal foglalom össze, hogy a képviselőtestület a legfőbb döntéshozó fórum a település tekintetében, de még egyszer utalok arra, amit a különböző település nagyságok kapcsán elmondtam, szintén csak azért, hogy egy teljes képet tudjunk itt rajzolni. Attól függően, hogy mekkora egy település, egy picit más azért a különböző képviselőtestületeknek a feladata. Megint csak azt mondom, hogy gondoljanak egy kis településre, ahol a képviselőtestület összlétszáma 5-6-7 fő. Ott merőben más típusú munka van, mint mondjuk egy 30 fős testületnél. Ugye? Ott kevésbé kell előkészíteni döntéseket, hiszen ott nincsenek olyan sokan az asztal körül, hogy ne tudnák megbeszélni. Annyian vannak, mint egy nagy település bizottságában, mondjuk. Ha viszont ez egy nagyobb létszámú testület, akkor jóval alaposabb előkészítést igénylő munkára van szükség, hiszen egy 30 fős testület nyilván nem tud olyan módon könnyen döntést hozni, mint mondjuk egy kisebb testület. Jó, akkor eljutottunk arra a pontra, ami itt sokakban felmerült szerintem az elmúlt időben, akkor alaptörvényileg, ha lehet ezt súlyozni, a testület is az erősebb, vagy a polgármester? Ugye Esztergomban a két vár egymással szemben áll, hogyha dönteni kéne a kötélhúzásban, akkor a jogszabály kinek adja a nagyobb erőt? Itt sajnos kénytelen vagyok jogászkodni. A kérdésre adott válaszra a jog nem ad választ. Nem tudom azt megmondani egyértelműen, hogy ez erősebb, vagy az erősebb. Nem azért, mert nekem bármelyik kevésbé szimpatikus, mint a másik, mind a két intézményt nagyon szeretem, a képviselőtestületet is, meg a polgármestert is. Abból kell kiindulnunk, amiről itt beszéltünk már az eddigiekben, és önök már nyilván érzik, hogy itt miről is van szó. Mindegyiknek, képviselőtestületnek is, és a polgármesternek is vannak olyan hatáskörei, amik a sajátjai, amiket nem tud áttenni egyik a másikhoz. Ugye ilyen volt az ülésvezetés, amiről itt több kérdés is volt már, azt ugye a polgármester vagy az alpolgármester fogja gyakorolni. Ugye én meg az előbb azt mondtam, hogy ugye a képviselőtestületnek ilyen a rendeletalkotás, azt nem tudja áttenni. Vannak olyan hatáskörök, amiket át tud tenni a képviselőtestület a polgármesternek, azt vissza tudja venni, de ugye azt megint csak arra kell utalnom, hogy a polgármesternek is vannak olyan hatáskörök, amik átadhatatlanok a képviselőtestület számára, mert a törvény egyértelműen megmondja, hogy ezt a polgármester gyakorolja. És itt nem igen lehet patika mérlegen mérni. A különböző hatáskörök, még csak azt sem tudom mondani, hogy kiegyenlítik egymást, de azt sem tudom egyértelműen meghatározni, hogy valamelyik erősebb lenne. A különböző hatáskörök gyakorlása során hol egyik van előtérben, ez most nem jogi, ha jogi módon fogalmazom meg, akkor egyik van döntési helyzetben, gyakorol valamilyen hatáskört, hol a másik van döntési helyzetben, és ő tud egy adott ügyben pontot tenni valaminek a végére. Kulcskérdés, és a rendszer logikája, amire tanszékvezető úr már többször utalt, a rendszer logikája valahol ugye azért az, hogy ezeknek a funkcióknak, ezeknek a szerveknek, képviselőtestületnek, illetve a polgármesternek az együttműködésére van építve a rendszer. Magyarul arra, hogy mindegyik gyakorolja a saját hatásköreit, nyilvánvalóan nem egymás kárára. Tehát a rendszer ugye a tipikusból indul ki, a jog felépítése, ugye nem az a tipikus helyzet, hogy ezeket egymás kárára akarják gyakorolni. Természetesen előfordulhatnak konfliktusok ugye a szervek között, de valahol ezek a konfliktusok akkor feloldhatóak, hogyha ezek a szervek együttműködésre törekszenek egymással. A törekszenek az nyilván egy ilyen nehéz szó, mert az lehet nagyon erős törekvés is,
meg egy ilyen látszat törekvésszerű szerű dolog is. Valahol ezek, a, ezek az erőpróbák, melyik az erősebb, kihúzza jobban a kötelet, ezek nagyjából egészében így oldhatóak föl. Egy záró mondatot ehhez a kérdéshez talán engedjenek meg, hogy ugye azt, ugye a két szervnek a rendszerben elfoglalt helye teljesen más. Ugye az egyik az egy egyszemélyi szerv, polgármester. Neki ugye pontosan azért, mert ő egy személyben gyorsabban tud eldönteni kérdéseket, neki praktikusan olyan hatásköröket ad a törvény, amit ő egy személyben ideálisan tud gyakorolni. Egy normális helyzetben ideálisan tud gyakorolni. A képviselőtestület meg nyilván olyan hatásköröket kapott, amiket szerencsésebb testületként eldönteni. Mert kell hozzá többféle információ, kollektív bölcsesség, stb. A logika tehát ez, hogy ami praktikusan egy személyi eldöntést igénylő, az van a polgármesternél, ha jól van felépítve a rendszer, ami pedig a képviselőtestületnél van, az pedig ugye a kollektív bölcsességet igényli. Ennek a kettőnek a szerencsés összejátszása eredményezheti azt, hogy egy önkormányzat nagyon jól tud működni. Köszönöm. Akkor tegyük fel, hogy nem működik jól az önkormányzat. Tehát a törvényességet valakinek felügyelnie kell. Ugye ez a jegyző. A jegyző jelez is. Mi történik, ha tovább folytatja a törvénysértő működést az önkormányzat? Milyen jogi eszközök vannak a felügyeletre? Tehát én nézem a képviselőtestületi ülést. Látom, hogy jogszabály ellenes a rendeletalkotás. A jegyző szól, de nem történik semmi. Akkor ki kezdheti, illetve mi történik ilyenkor, amikor a testület fenntartja a törvénytelen állapotot? Akkor erre én próbálnék már információt adni. Ugye az a rendszer logikája, hogy első védelmi vonal idézőjelbe téve a jegyző, mint ahogy annak idején biológiából tanultuk, hogy a bőr, aztán a vér, és akkor meg vannak a különböző szervek, hogy mi vér a külső támadások ellen. Itt a jegyző. A jegyzővel viszont ugye idézőjelbe téve egy baj van. Mégpedig az, hogy most már a polgármester fogja kinevezni a következő választástól, de most meg a képviselőtestület nevezi ki, de a munkáltató jogköröket is ugye ide telepíti a rendszer. Tehát gyakorlatilag ugye írtak erről szakmában cikkeket arról, aminek olyan címei voltak, hogy a jegyző kiszolgáltatottsága. Ez volt a cikknek a címe. Mert ugye nagyon sokszor a jegyző olyan helyzetbe kerül, és itt most vegyük le Esztergomot, hanem általánosságban hadd mondjam, mert nagyon sok helyen előfordult, hogy igazából, amikor elkezdte jelezni a törvénysértést, és ugye ezt kifejezésre juttatta, egyszer, kétszer, sokszor, akkor ezt ugye nem úgy fogták fel, hogy segítő szándék, amiről ugye beszéltem, hogy ő egy szempontot néz, nekik viszont gazdasági, politikai, nem tudom milyen szempontokat kell figyelembe venni, és ugye úgy fogták fel, hogy már megint itt van és kekeckedik, már megint akadályoz. Tehát nem a segítő szándék jött elő, hanem ugye egyszerűen nem akarták elfogadni egy törvénysértő a döntést. És a jegyző ilyenkor nagyon sokszor olyan dilemmába került, hogy jelzem a törvénysértést, aztán rajtam csattan az ostor, vagy inkább csendben maradok, és akkor szépen el vagyok a testülettel. Kis települések, ez nagyon gyönyörű, néha megfigyelhető, hogy azt mondja a jegyző, hogy én fölfogtam, én a polgármesterem, ott a polgármesternek nagyobb súlya van egyébként, hogy minél kisebb egy település, annál markánsabbra jön ki a polgármester súlya. Csak egy fél mondattal mondom, ugye tanár úr beszélt itt kis településekről, szóval hogyha a statisztikát megnézzük, Magyarországon ilyen 100 fő alatti településből körülbelül 100 darab van. És a legutóbbi információim szerint a legkisebb település Magyarországon 11 lakosból áll. Most tessék elképzelni, hogy itt van polgármester, testület, meg alpolgármester. Ugye azt szokták mondani ismerős jegyző barátaim, akik ilyen 200-300 fős településeket úgymond igazgatnak ilyen szempontból, hogy nagyon sokszor azt mondják a lakosok is, hogy elég lenne ide egy falu gondnok, aztán az elvinni az ügyeket, vagy egy polgármester. Tehát ugye egy kicsit feleslegesnek érzik az egészet, és mindjárt áttérek az érdemi kérdésre, és csak a lámpalázamat itt leküzdöm. Ugye nagyon sokszor azt mondja a jegyző, hogy feleslegesnek érzi nem csak a törvényesség észrevételt, hanem magát az ülést is, mert kis településen azt mondja, hogy este 7-kor nekiállnak, és 11 órakor még mindig ott ül, és azt hallgatja, hogy a testület tagjai egymással beszélgetnek, és az a legfőbb téma, hogy a nem tudom, a falu napon a kolbász megfelelő vastagságúra van-e vágva. És mondta, hogy ő erre igazából, mint jegyző, nem kíváncsi. De ha ezt jelzi, hogy nem ez a célja, akkor ugye lehet, hogy nem szimpatikus. Na most, ha a jegyző bármilyen okból ugye nem tud, vagy nem képes, vagy már azt mondom, hogy néha nem akar jelezni, akkor ugye megvan az a lehetőség, hogy az állam belenyúl a rendszerbe, ugye mondtam, hogy nem hagyja magára az önkormányzatot, mert valamilyen külső kontrollt felépít.
Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert ebben most van egy nagyon komoly változás, január 1-től ez már él, mégpedig az, hogy a korábbi törvényességi lehetőségek nagyon erőteljesen megváltoztak és nagyon markánsá váltak. Tehát az állami beavatkozás sokkal erősebb lett. Ennek megvolt az a negatív tapasztalata, hogy egy korábbi nagyon szerencsétlen törvénymódosítás miatt körülbelül másfél évig teljesen szünetelt az államnak a törvényességi ellenőrzése. Tehát úgy módosítottak egy törvényt, ugye emlékeznek rá, mondtam, hogy a törvényalkotásnál, a jogalkotásnál az is fontos, hogy milyen eljárási szabály szerint alkotom meg. Hibásan alkották meg, az alkotmánybíróság kidobta, és másfél évig az állam nem gyakorolt kontrollt. Innentől kezdve a pokol az elszabadulhatott. Aki nem akart törvényesen dolgozni, az nem dolgozott, nem tudta kontrollálni. Most jött egy változás, és most az a helyzet, hogy a törvényességi ellenőrzést a szakma külön kezeli úgynevezett felügyelet váltotta fel. Ez a szakmában sokkal markánsabb jogosítványokat jelent. Tehát most már a kormányhivatal és a kormányhivatal az a szerv, amelyik ezt ellátja, a kormányhivatal tud úgymond törvényességi felügyeletet gyakorolni az önkormányzat működése felett. Ez a testületre kiterjed, a polgármesterre kiterjed, akár a jegyzőre, a működésre, a gazdálkodásra, nagyon sok mindenre. Hozzáteszem a gazdálkodásra, még ott van az állami számvevőszék is, de azt azért jelezzük, hogy ott létszám helyzet miatt nagyon ritkán jutnak le az önkormányzathoz ellenőrizni. Belső ellenőrzésről, stb. Le is beszéljünk. A kormányhivatalnak viszont olyan jogköröket adott most a szabályozás, hogy nagyon sokan túlzónak tartanak, és itt visszatérnék arra, hogy egy korábbi kérdésben is mi van, ha a polgármester törvénysért, akár többször, mi van, ha a testület többször törvénysért. Van most már a szabályozásban egy olyan elem, hogy a testület a polgármester ellen keresetet indíthat, hogyha sorozatosan törvényt sért a polgármester. És ez bíróság elbírálja, és ha megállapítja, akkor ez a polgármester jogviszonyának a megszűnésével jár. Pont. Ugyanezt megteheti a kormányhivatal. Én belkérdezek, akkor hogyha a polgármester nem vezeti be a testületi ülést. Igen. Történt ilyen hónapokon keresztül. Akkor ezt megalapozhatja ezt? Tehát elvileg a esztergomi képviselő testület indíthatott volna keresetet, bizalomvesztés, illetve emiatt, vagy pedig nem? Ugye attól is függ, hogy mikor történt ez, mert ez a szabályozás igazából 2012. január 1-től válik ilyen markánsá. Korábban is voltak azért lehetőségek. A helyzet ugye itt már megint az, hogy ki kell venni a konkrét ügyből, mert azt mondom, hogy akkor lehet erről szó, hogyha nincs megoldva helyettesítés. Tehát, hogyha nincs polgármester, és nem vezeti az ülést, de van alpolgármester, és az folyamatosan vezeti, akkor ez a probléma elvileg nincs, hiszen a testület ülése biztosított. Az, hogy a polgármesternek ez felróható vagy nem, ugye ezt én most itt nem tudom vizsgálni. Ha nincs alpolgármester, akkor van-e az SMS-ben olyan szabály, és ugye visszatérünk arra. Tehát ebben az esetben most már a kormányhivatal eljuthat oda, hogyha ez történik, hogy sorozatosan mondjuk nincs ülésvezetés, de bármelyik fél nem, tehát nem csak a polgármester, hanem mondjuk a testület is sorozatosan törvényt sért, akkor a kormányhivatal ezzel ellen fel tud lépni. És nagyon komoly jogokat kapott a kormányhivatal, egy része ennek meg is volt. Összehívhat testületi ülést például a kormányhivatal végső soron. Megteheti, hogyha a kérésére nem hívják össze az ülést. Most már van olyan joga, hogyha az önkormányzat nem alkot meg bizonyos rendeletet, amit meg kell alkotni, akkor a kormányhivatal vezető megalkothatja. Tehát fogja a kormányhivatal, és helyi önkormányzati rendeletet fog alkotni. Az egy más dolog, hogy bírósági szűrőn keresztül megy, tehát ez bíróság engedélyezi neki. Rendeletalkotás. Ha nem hoz olyan határozatot, amit kötelező meghozni, akkor határozatot hoz a kormányhivatal az önkormányzat helyett. Már ez is megvan. Bírósági körökön, meg szűrőkön keresztül kicsit kuszára és bonyolultra sikerült a szabályozás, foglalkoztunk, meg írtunk is erről, de a lényeg az, hogy el lehet jutni egy ilyen helyzetig. És ami most talán még érdekesebb, mert a szabályozás arra épít, hogy nem mindig a legkeményebb eszközzel kell kezdeni, hanem egy fokozatosságot, egy arányosságot vár el. Létezik most olyan, amit úgy hívnak, hogy törvényességi felügyeleti bírság. Ezt lehet kivetni, hogyha valamilyen szerv törvényt sért. Csak ugye azt mondja a szabályozás, hogy kire vetik ki? Az önkormányzatra. Ezt mondja a szabály. Na most ugye ezt visszagombolni, hogy akkor most, ha az önkormányzatot törvényességi felügyeleti bírsággal sújtja a kormányhivatal, akkor ugye helyi szinten mind lehet elkezdeni mondjuk csatázni, megint vegyük le Esztergomot, hanem bárhol, akkor ki volt a hibás, kinek kellene ezt most megfizetni, ki miatt fizet az önkormányzat. Tehát ugye megvannak ezek a lépések, felügyeleti bírság, rendeletalkotás, határozathozatal, rendeletalkotási jog, stb. Rendeletpótlásnak hívja a szabályozás. Végső soron azt kell mondanom, hogy a felügyeleti rendszer, amit a kormányhivatal lát el, ez a legmarkánsabb szerve, eljuthat odáig,
hogy kezdeményezi, és ez a legsúlyosabb esete, amikor már nem lát megoldást, amikor ezek együttes alkalmazása sem működik, hogy kezdeményezi az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek a feloszlatását. Ez egy folyamat. Nagyon röviden annyit hadd mondjak róla, hogy ezt a kormányhivatal indíthatja, és az adott miniszteren keresztül a kormány terjeszti be az országgyűlésnek, és az országgyűlés teszi ezt meg. Tehát az országgyűlés feloszlathat képviselőtestületet akkor, hogyha az alkotmány ellenesen működik. De ennek a kezdeményezésre csak a kormányhivatal jogosult. Ha ő nem kezdeményez, akkor nem fog történni ilyen eljárás. Hozzáteszem, még az alkotmánybíróság is benne van, tehát ez egy sok szereplős játék. Annyi kitérővel, hogy az alkotmánybíróság döntése, ami mindenkire nézve kötelező, ebben az esetben az országgyűlésre nem kötelező. Tehát az a helyzetnek a legszebb vonulata, hogy az alkotmánybíróság, amelyik egy szakmai véleményt mond, hogy alkotmányellenesen működik, vagy nem alkotmányellenesen működik a testület, teljesen mindegy, hogy mit mond, az országgyűlés ettől eltérhet. És ezt ki mondta ki, hogy ez így van? Az alkotmánybíróság mondta ki, hogy az ő döntése ebben a hatáskörben nem kötelező a testületre. És ez már régi ügy, tehát ez nem mostani határozat, hanem nem is tudom, 2000, az egy 2000-es határozat, Hódmezővásárhelyhez kapcsolódott egyébként a konkrét ügy. Ott két bíró írt külön véleményt, hogy szerinte kötelező, többiek azt mondták, hogy nem kötelező. Vélemény. Innentől kezdve, hogy a vélemény az ugye annyit számít, amennyit az illető figyelembe akar belőle venni, az országgyűlés gyakorlatilag feloszlathatja, ha a kormányhivatal elindítja. Ennyit. Jó. Erre még vissza fogunk térni, pár kérdés múlva. Egyelőre maradjunk a testületi ülésnél, illetve a nem megtartott testületi ülésnél, tovább lépünk arra, hogy a testületi ülések később meglettek tartva. Létezik-e olyan, hogy polgármesteri vétó? Mi történik, hogyha a polgármester nem írja alá a képviselőtestület által megalkotott rendeletet? És mi történik akkor, hogyha nem írja alá, a jegyző mégis kihirdeti? Hatályos lesz-e, érvényes, kifelügyeli ezt, ez megtörtént, tehát ez volt ilyen Esztergomban. Ilyenkor mi a helyzet? Két részre mondanám a választ a feltett kérdésre. Az első az, hogy van-e polgármesteri vétó, és utána külön kezelném azt, hogy mi van, ha nem írja alá, mert az jogilag teljesen más eset. A polgármesteri vétó intézményét ismeri az önkormányzati törvény, és bocsánat, ezt szó szerint szeretném idézni, abban az esetben, hogyha az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, tehát ezt a kifejezést használja a törvény, és ez hangsúlyozom, hogy nem feltétlenül törvényességi jogból, hanem bármilyen jogból az önkormányzat egészének érdekeit sértőnek tartja a polgármester, akkor megvan neki az a lehetősége, hogy egy alkalommal kérje a javaslat újra tárgyalását a testülettől. Tehát hangsúlyozom, hogy nem azt, hogy változtassa meg, nyilván ez a célja vele, mert különben miért csinálná, de erre nem kötelezheti a testületet, hanem arra kötelezi, hogy újra tárgyalja meg. Aztán utána abból születik majd egy döntés. Tehát ez a lehetősége megvan, és nyilván mindenki érzi, hogy ennek, hogyha a képviselőtestület többsége kitart egy adott döntés mellett, akkor ennek a hatása gyakorlatilag csak egy ilyen felfüggesztő, tehát ilyen az időhúzott, jó értelemben mondom, időhúzó jellegű dolog lehet. A másik pedig ugye ez a nem aláírás, tehát ugye mi van akkor, hogyha a polgármester nem írja alá az adott önkormányzati rendeletet. Erre nagyon világos választ tudok adni, egészen kivételes dolog a jogban, hogy valamire exakt válasz van. Azt gondolom, hogy erre a válasz exakt. Azt mondja az önkormányzati törvény, hogy az önkormányzati rendeletet két szereplőnek kell aláírnia, a polgármesternek és a jegyzőnek. Abban az esetben, hogyha a rendeletről bármelyiknek az aláírása hiányzik, akkor az a rendelet nem lesz érvényes. Itt két fogalmat, elnézést kérek, hogy elkezdek jogászkodni, de két fogalmat külön kell velem, az érvényes, meg a hatályos fogalmát. Ezt gyakran szinonimaként használják, ez két különböző fogalom. Az érvényességnek különböző feltételei vannak. Például az, hogy ugye az arra feljogosított szerv alkossa meg. Tehát, ha mi most itt fogjuk magunkat és alkotunk egy törvényt, tehát simán megcsináljuk, kibontunk két üveg bort, és bármilyen törvényt megírunk ebben a körben. Biztos, hogy nem lesz belőle törvény, mert ugye nem az arra feljogosított szerv, nem az országgyűlés alkotta meg, mert ugye nem mi vagyunk az országgyűlés. Ez az egyik feltétel. A másik feltétel az például, hogy ugye megfelelő eljárási rendben legyen megalkotva. Tehát meglegyenek azok a lépések, ha elő van írva előkészítés, akkor legyen törvénynél ott elég részletesek a szabályok.
elsősorban arra van az érezetrendszer kitalálva. Megjelenik a megfelelő előkészítés, megfelelő többséggel fogadják el, ugye megint azt mondom, hogy az országgyűlésen érdekes, hogy kétharmaddal vagy nem kétharmaddal, stb. Stb. Tehát ezeknek az eljárási feltételeknek feleljen meg. Legyen megfelelő módon kihirdetve, ugye ez is egy érvényességi feltétel, és itt gyakorlatilag ebben a rendszerben már el tudjuk helyezni azt, hogy itt mi a helyzet. Egy érvényességi kellék hiányzik. Nem megfelelő eljárási rendben hozódik meg ez az önkormányzati rendelet, hiszen nincs rajta egy kellék, a polgármester aláírása. Ugyanez a helyzet, hogyha a jegyző nem éri alá, tehát e tekintetben azonos a helyzet. Ez a jogszabály, ez az önkormányzati rendelet, tehát nem lesz érvényes. Ha nem érvényes, akkor nem válhat hatályossá, nem válhat olyan jogszabályá, ami alkalmas arra, hogy az állampolgárokra nézve hatást fejtsen ki. Tehát azt nem kell alkalmazni, és nem is lehet alkalmazni, hiszen nem megfelelően alkották meg. Kis túlzás, bár talán nem is túlzás részemről, csak nem túl exakt. Ennek egy ilyen típusú rendeletnek ugyanaz a hatása, mint ha most mi itt ebben a körben alkotnánk rendeletet. Semmi. És mi történik, ha mégis kihirdeti a jegyző? Tehát itt ez is megtörtént. Hiányzott a polgármester aláírása, és mégis ki lett hirdetve. Azt tudom mondani, hogy érvényességi fogyatékosságban szenved, nem alkalmazható, és nem is alkalmazandó. Tehát ugye a hatályosság előfeltételeként az érvényesség hiányzik. És annyit egedjenek meg még hozzá, hogy ilyenkor ugye mi történik. Hát az történik, amit az előbb mondtam, hogy a rendeletet, ugye van egy ilyen szabály, hogy a rendeletet a kormányhivatalnak kötelező megküldeni. Most már ez még jobb lesz, mert a miniszternek is meg kell küldeni, a kormányhivatal továbbküld, és lesz egy egységes adatbázis állítólag, amelyik az összes önkormányzati rendeletet fogja tartalmazni. Erre vonatkozóan a belügyminisztérium ismerőseim fejtettek ki kétségeket, hogy ez hogy fog működni, de elvileg lesz, és egy jó dolog lenne, ha lenne. Most ezt a kormányhivatal érzékeli, hogy probléma van a rendelettel, nem megfelelően történt a meghozatal, akkor megteheti azt, hogy szól a testületnek, hogy ezt a gyakorlatot mellőzze, vagy a polgármesternek, vagy a jegyzőnek, de azt is megteheti, hogy most már ugye szét van választva a rendeletnek a vizsgálata, korábban egységesen az alkotmánybírósághoz tartozott, most az a szabály, hogyha csak törvényességi gond van vele, akkor a kormányhivatal fordulhat a legfelsőbb bíróság utódjához, a kúriához, aminek egy önkormányzati tanács ezt a rendeletet megfogja és megvizsgálja, és ha azt mondja, hogy probléma van vele, akkor megfogja és megsemmisíti, tehát kimondja, hogy ez nem létezik, joghatás hozzá nem kapcsolódik. Ennek egy óriási előnye a korábbihoz képest, hogy az önkormányzati tanács szabott határidővel dolgozik, és viszonylag gyorsan hoz döntést a kúria. Az alkotmánybíróság korábban ezt nagyon tág időhatárban hozta meg. Jelenleg azt mondja az alkotmánybíróságra vonatkozó szabályozás, és egy nagyon precíz jogi kifejezés következik, hogy az alkotmánybíróság észszerű határidőn belül hoz itt döntést. Hát ez jogszabályban elég furcsa kifejezés, gondoljanak bele, hogyha én azt mondom az adóhivatalnak, hogy majd észszerű határidőn belül befizetem az adót, stb. A síró gyereknek majd észszerű határidőn belül adok vacsorát, tehát ugye egy kicsit érezzük. Szerencsére a kúria viszonylag gyorsan ezeket az ügyeket eldönti, tehát ha ilyen eset előfordul, akkor a kormányhivatalon múlik, hogy oda viszi az ügyet, vagy nem. Hozzáteszem, hogyha nem teszi meg, akkor sajnos ott marad a rendelet, és lehet, hogy egyébként van vele valami probléma, és egyébként követik, végrehajtják, hiszen hogyha mondjuk a település hoz egy rendeletet, amiben az van, hogy a helyi adót kivetem, és azt elkezdi beszedni a hivatal, akkor a hivatal nem fog ellenkezni, hogy de hát érvényességi gond van a rendelettel, hanem azt fogja mondani, hogy itt a rendelet, aztán végrehajtom. Maximum a jegyző, vagy valaki a hivatalból jelzi, hogy aggája van, vagy meghallgatják, vagy nem. Tehát ugye ez megint csak egy ilyen korlátozott jogkör, de elvileg a helyzet orvosolható. Ha jól értem, akkor a jogi út gyakorlatilag az érvényességet megállapítja, vagy nem állapítja meg, de ellenmaradt döntés, tehát amennyiben ilyen, ki nem kényszerítheti a hatályba lépésre. Ugye azt mondja a szabályozás, hogy ha érvényességi probléma van, akkor ha eljut addig a fórumig, az megsemmisíti, megállapítja és azt kiveszi azt a normát. A pótlás, hogyha eltűnik a norma, akkor az újra a testület feladata, tehát vagy megalkotja, vagy nem azt a szabályt. Igazából ugye itt nem is a testület a kunyó ebben az esetben, hiszen valaki nem írja alá. Most attól függ a dolog, mert ismer most már a szabályozás olyat, hogy a jogszabálynak a helyesbítése, elírás,
esetén van lehetőség, hogy nagyon rövid határidővel ezt lehet helyesbíteni, és ugyanúgy hivatalosan közzé kell tenni. Na most az a kérdés, hogy ezt hogy értékelni az Alkotmánybíróság vagy a Kúria, véletlenül azért ez nem tartozik bele, hogy egy aláírás elmarad a végéről, mert egy kihirdetéssel kapcsolatos kellék, ezt úgy fogja fel, hogy nincs érvényesen kihirdetve mondjuk, tehát hiányzik egy kellék. Tehát attól, hogy mondjuk a Kúria kiveszi a döntést a rendszerből és megsemmisíti, attól nem fog egy új keletkezni, hanem az önkormányzat vagy alkot egyet, vagy nem, és itt visszakanyarodhatunk oda, hogyha kötelező megalkotni és nem alkotja meg, akkor a kormányhivatal eljuthat oda, hogy elsősorban mondjuk a kormányhivatal vezetője alkotja meg a rendeletet. Ez egy aggályos szabály egyébként, tehát most gondoljanak bele abba, hogy egy költségvetési rendeletet hogy tud a megyei kormányhivatal megalkotni az összes önkormányzatnál felmerülő problémákra. Nekem a kedvenc példám egyébként, és nem akarok az időbe visszaélni, hogy megyei jogú városoknál van egy 1999-es törvény, amely szervezett bűnözéssel kapcsolatos kérdéseket szabályozza, és a türelmi zónák kijelöléséről szól. És azt mondja, hogy 50 ezer fő feletti város köteles rendeletet alkotni a türelmi zóna kijelöléséről, hogyha ott a probléma, nem tudom pontosan a kifejezés, de reálisan mutatkozik. És mondtam néhány megyei jogú város ismerős jegyző barátomnak, hogy majd nem alkotjátok meg, nem alkotjátok meg, és majd a kormányhivatal vezetőjét nagyon kíváncsi lennék, amikor türelmi zónáról rendeletet kell alkotni az adott városban. Tehát ugye ez, hogyha nem alkotok rendeletet, és a kormányhivatal vezető majd megalkotja helyettem, ez egy picit ugye arra is csábítám, hogy a népszerűtlen döntést nem fogom meghozni. Mert minek? Majd megcsinálja a kormányhivatal vezető, és akkor azt mondom, hogy hát kedves választópolgárok, ez egy csúnya törvény szabály, én ezt nem akartam betartani, majd csak a kormányhivatal megalkotta. Tehát egy kicsit ilyen felelősség átruházási hatásköre is van, de őszintén szóval, hogy a kérdésre visszatérve magától nem pótlódik, tehát egy új eljárást kell ilyenkor indítani. És hogyha ismételten nem írja alá párszor, akkor ugyanaz, ami, tehát bizalomvesztés, és akkor a tehát pertérjük a képviselőtestület. Most átugranék arra, a napirendi pontokkal voltak gondok itt Esztergomban, hogy össze lett hívva a testület, akkor a frakció nem támogatta azokat a napirendi pontot, kihatározza meg. Illetve voltak olyan ügyek, amiket a testület nem tárgyalt, pedig az összehívásban szerepelt. Tehát a napirendi pontok mennyire kötöttek, kinek van joga ebbe beleszólni, ezek hogy alakulnak? Azt kell megállapítanom, hogy itt a kérdésre való válaszomat kezdjem, hogy közöttünk nagyon jól működik az együttműködési kötelezettség, mert szépen jól vissza tudunk utalni az egymás által elmondottakra, és ugye a korábbi kérdésekre is. Tanár úr elmondta a polgármester jogállásánál, hogy ugye van egy jó néhány olyan jogkör, amit tőle nem lehet elvonni. Ilyen például a képviselőtestület összehívása és vezetése. Maradok itt az összehívásnál, amikor elkezdem megválaszolni ezt a kérdést, ugye a napirendet a polgármester határozza meg akkor, amikor a képviselőtestület ülését összehívja. Ez ugye úgy néz ki, hogy kiküldi a meghívókat a megfelelő formátumban és megfelelő módokon, hogy a képviselőtestület ülését ezzel és ezzel a napirenddel, és felsorolja ott 1-től 100-ig, összehívom. Akkor ott ugye abban az időpontban, amikor a polgármester és ahova összehívta, vagy hát ugye az alkalmester összehívta, akkor ott képviselőtestületi ülés fog kezdődni, de ugye annak mi az első momentuma? A napi rend elfogadása. Tehát ugye amennyiben a határozat képesség fennáll, tehát ott megfelelő számú képviselő jelen van az ülésen, akkor el kell fogadni a napi rendet. Milyen napi rendről lesz szavazás? Arról a napi rendről, amit a polgármester a meghívóban jelzett. Ugyanakkor természetesen a képviselőtestület tagjainak ezen a ponton van arra lehetőségük, hogy a napi rendre vetessenek kérdéseket, tehát fölvetik a napi rend módosítását. Tárgyaljuk meg még azt a kérdést, hogy stb. Itt ugye lehetnek mindenféle javaslatok. Ennek természetesen határ szabhatnak bizonyos eljárási kérdések, tehát ha mondjuk vannak olyan rendelkezések, hogy mennyi idővel előbb kell mondjuk valamilyen előterjesztést meghozni, vagy mondjuk nem lehet napirendre venni olyat, amit bizottság nem tárgyalt. Példákat mondok innen-onnan. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesnek, akkor viszonylag könnyű helyzet adódik, az nem vehető napirendre. Mert mondjuk ki kellett volna kérni a XY bizottság véleményét. De ha nem ilyen a napirend, hanem olyan, ami mondjuk előkészítést nem igénylő, és javasolja a települési képviselő, hogy ezt még beszéljük meg, akkor ugye erről szavazás fog történni, tehát mind a módosító javaslatot, tehát hogy egészítsük ki a napirendet még azzal a ponttal, és egyébként az egészről szavazás történik. Tehát magyarul azt kell mondjam, és itt azért kezdtem a válaszomat az együttműködési kötelezettséggel, hogy itt ez nagyon szépen megnyilvánul egy optimális működés esetében. A polgármester tesz egy javaslatot,
összeül a képviselőtestület, ott esetleg még történnek módosítások, ha történnek, és arról történik szavazás, tehát a napirend elfogadása, azt akarom mondani, tehát, hogy a javaslattétel az egy egyszemélyi döntés, a napirend elfogadása az viszont már egy kollektív döntése lesz a képviselőtestületnek, aminek ugye át a polgármester is tagja. Köszönöm. És bocsánat, elnézést, csak most jutott eszembe a kérdés második fele. Az a nagyon lényeges, hogy amely napirendet elfogadnak, ugye azt akkor meg kell tárgyalni. Tehát arról akkor ott tárgyalás zajlik. Természetesen előfordulhat ugye ott a vita során, vagy hát a tárgyalás zajlása során, hogy kiderül, hogy valamilyen kérdés tisztázása még szükséges, ekkor ugye a napirendben nem feltétlenül fog döntés születni, ugye leveszik a napirendről, szintén egy testületi döntést igénylő dolog, hogy majd akkor még ezt az előkészítést meg kell csinálni, ezt az adatot be kell szerezni, stb. Akkor erre majd visszafogunk a legközelebb üdvözletére. Illetve ugyanez a helyzet, hogyha idő elfáradnak a képviselők hajnali 3-ban, akkor ők döntik el, hogy tovább tárgyalják el, vagy pedig kötelezően tovább kell tárgyalniuk egy másik ülésnapon. Ugye, igen, kicsit máshonnan indítok, ugye, itt az ülésvezetésben nagyon fontos szerepe van a polgármesternek, ugye? Hallottunk azért olyan példákat már, hogy a polgármester kezében az ülésvezetés kapcsán azért nem komolynak tűnő jogosítványok is komolyak lehetnek. Tehát ugye képzeljük el azt a helyzetet, amikor én polgármester összehívom a képviselőtestület ülését este 8-ra, elkezdjük, látom, hogy valami olyan napirend van, ami nekem annyira nem tetszik, hogy ezt itt tárgyalgatjuk, és azt mondom 8:30-kor, hogy másfél óra szünet, 10 órakor folytatjuk. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy 10 órakor a tisztelt képviselőtestületi tagok, akik egyébként reggel munkába mennének, már nem lesznek annyira lelkesek a napirend tárgyalásakor, mint lettek volna mondjuk néhány órával korábban. Tehát ilyen módon azért az ülésvezetés, hangsúlyozom, hogy finomnak szánt eszközeivel, finom módon azért lehet egy kicsit trükközni a dolgokon. Ugye előfordulhat ilyen módon, hogy nem érnek a végére. Van egy érdekes kérdés, amik ebből nem volt gond, csak az ügyek tekintetében, mi az a zárt ülés? Ki kérheti, illetve vannak olyan kötelező ügyek, illetve amik tárgyalhatóak? Tehát, hogyha esetleg a képviselőtestület azt szeretné, hogy minden kérdés zártan legyen, akkor határozhat a olyat, hogy a nyilvánosságot kizárja az ülésről. Igazából ez a fő kérdés. Erre egyszerű a válasz. A törvény azt mondja, hogy a képviselőtestület ülése nyilvános. Tehát azt elvileg megtekintheti a választópolgár, nagyon sok helyen, hogy a tévéfelvétel készül, és így tovább. Maga a törvény megmondja, hogy mikor kell zárt ülést tartani, és mikor lehet zárt ülést. Ha lehet, akkor ugye eldöntik, hogy zárt ülés vagy nem. Amikor kötelező, azok tipikusan személyi ügyekhez kötődnek. Tehát kinevezés, valamilyen megbízás visszavonása, nehogy Isten fegyelmi ügy, stb. Itt a jog valami olyasmit kitalál, hogy a személyiség védelme miatt, meg nem tudom, valakinek az érdeke miatt az illetőt a nyilvánosságtól elzárva hallgatják meg, mert az ő személyét érintő kérdésről van szó. És ott hoznak egy döntést. De tipikusan személyi kérdésekről van szó. Kitüntetés adományozása például. Számtalan példája lehet. Összeférhetetlenség? Akár az is talán. Bár ugye ez egy kicsit határeset, de mondjuk lehet. Én azt mondom, hogy igen. A másik, mert a törvény megmondja pontosan, hogy mikor lehet, az pedig tipikusan az, hogy lehetséges, de nem kötelező, amikor a vagyonáról rendelkezik például a testület, az önkormányzat vagyonáról. Akkor lehet zárt ülés. Érthető ekkor is, például üzleti titok ne menjen ki, valamilyen versenytárgyalásnál hátrányt ne szenvedjen is, itt tovább nyilván ezer példája lehet, most itt nem fog biztos, hogy jót találni rá, de az átülésnek a kötelező elemei, meg a lehetséges elemei, azok törvényben szabályozottak, tehát ez azt jelenti, hogy ehhez ugye nem tehet hozzá, meg nem vehet el belőle a képviselőtestület. Itt törvényhez kötöttség van. Tehát, hogyha ezt törvényszerűen gyakorolják, akkor rendben van. Hát az már a jogalkotónak, meg a testületnek a felelőssége, hogy törvényesen gyakorolja, vagy nem, hiszen a többség zárt ülést elrendel, mondjuk, vagy zárt ülésre buzdítja a polgármestert, vagy valamilyen módon elérik, akkor ugye ténylegesen megvalósulhat egy olyan állapot, ami a törvénnyel nincs szinkronban. De hát innentől kezdve ugye vagy az érintett személy, vagy megint csak a kormányhivatalhoz visszakanyarodva fel tud lépni, hogyha van ilyen szándék, vagy van ilyen affinitása. A határozatok akkor is nyilvánosak? Vagy pedig azt nem nyilvános? A határozatok nyilvánosságára nagyon sokat számít az, hogy milyen jogszabály érint a kérdés. Például ugye az önkormányzat vagyonával való rendelkezés az ugye vagy közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat. Így mondja a törvény, tehát azt muszáj kihozni.
De mondjuk egy fegyelmi ügynek a végeredménye az nem biztos, hogy nyilvános. Hozzáteszem, egyébként nyilván kiderül. Mert a kolléga 3 hét múlva nincs a hivatalba, mondjuk az adott ügyintéző vagy bárki. Tehát számtalan ilyen példa van, amikor nekem mondta a jegyző, hogy persze zárt ülésen tárgyaltuk az illetőnek az ügyét, és zárt ülésen megállapították a fegyelmi vétséget, és el is távolították. Tehát ugye nem lett ez nyilvánosan kihirdetve, mindenkinek feltűnt, meg hát a szájhagyomány elviszi a hírét, hogy mi történt. Tehát elvileg ugye a törvényi háttér megmondja az ügytípusnál, vagy ki lehet következtetni, mert az adatvédelmi ügyek, a nyilvánosság az nagyon sokszor ilyen határterület mocsára megy az ember, amikor ezzel akar valamit kezdeni, de ügytípustól is függ. Még egy rövid kérdés, illetve rövid válaszos. Hangzott el itt olyan, hogy most azért jó, mert tudom a választ a kérdésre, hogy miért nem terjeszt elő a képviselő testület törvényjavaslatot az országgyűlésnek? Hogy létezik-e ilyen? Bár így jogász feje nonsense természetesen, vagy hát én egyértelmű nemet mondok, remélem, hogy ezt megerősítik a tanárok is, illetve hogy ha igen, akkor hogyan, vagy ki? Igen. Vagy mi ez a zavar a fejben, illetve hogy gondolhatják ezt? Miért nem terjeszti a törvényjavaslatot a testület? Hát nagyon egyszerű a válasz, mert nem teheti meg. Megmondja az alaptörvény, ahogy megmondta az alkotmány, hogy kik azok, akik törvényt kezdeményezhetnek. És egy kicsit szét kell választani a rendszert. Aki törvényt kezdeményezhet, az 4 darab szereplő. Az országgyűlési képviselő, bármelyik, a kormány, a köztársasági elnök, meg az országgyűlés bizottsága, és kész. Ennél többet nem lehet megállapítani. Még a képviselői annyival hátrébb van, hogy az nem is kerül automatikusan tárgysorozatba, úgy hívják, tehát nem tárgyalják, ha bizottság nem támogatja. Ez az oka, hogy ellenzéki képviselők javaslatai tipikusan nem kerülnek plénum elé, mert nincs bizottsági támogatás mögötte. Tehát önkormányzat, képviselőtestület, jegyző, polgármester, kormányhivatal, nem tudom, kicsoda nem tud törvényt kezdeményezni, holott néha érezhető, hogy a rossz jogszabály miatt van olyan helyzet, hibás a jogszabály, hátrányos, stb. Kéne változtatni. És mit lehet ilyenkor tenni? Van a törvényben egy olyan intézmény, amit úgy hív a szabályozás, hogy felterjesztési jog. Ez azt is magában foglalja, hogy az önkormányzat az arra hatáskörre rendelkező szervhez fordulhat kéréssel, javaslattal, stb. Tehát az önkormányzatnak arra már van joga, akár a polgármesternek is, akár a testületnek is, hogy mondjuk a kormánynak, vagy bármelyik a térség, vagy a városországgyűlési képviselőjének ír egy levelet, hozzáfordul és kéri, hogy ő éljen ezzel a jogával, mert neki van. Persze ő nem köteles. Ha akar, él a jogával, ha akar, nem. De ezt a kört nem lehet túlterjeszteni, törvény sem mehet túl rajta, mert hogy az alaptörvény tartalmazza, azon túl nem léphet semmilyen jogforrás. Innentől kezdve az önkormányzat, vagy a polgármester, vagy bárki ezzel az egy lehetőséggel él, hogy ők döntenek arról, hogy élnek-e a felterjesztési jogukkal, és megkeresik-e azt a szemét, vagy szervezetet, aki jogosult erre. És onnantól kezdve vagy beindul a rendszer, vagy nem, vagy elfogadnak egy törvényt, vagy nem. Aztán lehet, hogy néha jobb is, mert olyan tartalommal fogadnák el, ami mondjuk nem éppen azt tükrözni, amit az illető szeretne. Tehát kétélű a fegyver, de nem kezdeményezhet az önkormányzat jogalkotást ilyen módon, úgyhogy az ilyen felvetések ugye lehet, hogy logikusak, lehet, hogy célszerűek lennének adott esetben, de a jog nem engedi meg. És akkor 2 érdekes kérdés a végére. Az egyik, illetve az első, hogy végső soron a megbízás, illetve a ciklus idő lejárta előtt hogyan oszlatható fel a testület, hogyan oszlik fel, hogyan szűnik meg, illetve a polgármester mennyire válik el a testületi szereptől, tehát hogy néz ez ki, hogy szűnnek meg az intézmények 2 ciklus közti időben. Ez lenne az első, már utolsó pedig utána. Megint csak azt tudom mondani, hogy zseniális az együttműködés közöttünk, mert tanár úr már az előző kérdésre adott válaszában részben érintette ezt a kérdéskört. 2 fogalmat kell itt meghatároznunk, az egyik a feloszlás, a másik meg a feloszlatás. Ezt érzékelik, hogy az egyik a feloszlás, amikor önmaga határoz arról, hogy szűnjön meg előbb a megbízatása, a feloszlatás az pedig valamilyen külső szervnek a döntése. Erről az utóbbiról, tehát a feloszlatásról beszélt tanár úr, ez ugye az a helyzet, amikor ugye a kormányhivatal jelzésére a kormány az Alkotmánybíróság véleményének kikérését követően kezdeményezi az országgyűlésnél, hogy oszlassa föl a képviselő testületet. Ugye ez a bonyolult folyamat, amit tanár úr elmondott, hogy
több lépcsőn végig kell menni, ugye az Alkotmánybíróság véleménye nem kötelező, és végül az országgyűlés tud ilyen kérdésben dönteni. Senkiben nem akarok hiú ábrándokat kelteni, ez a jogintézmény 90 óta létezik, három eset fordult elő, amikor az országgyűlés képviselőtestület feloszlatása tekintetében döntött, tehát ezért nem olyan nagy számról van szó. Abból egy markánsan politikai ügy volt, kettő meg kis településen, ott ténylegesen nem volt működés. Tehát olyannyira nem volt működés, hogy a képviselőtestület éveken keresztül nem ülésezett, nem osztott segélyt, nem csinált semmit. Ott nem volt kérdés, kicsi településről, Tápi Jószere meg Tiszadárs egyébként a két település, ezekről volt szó. Tehát azt akarom mondani, hogy ez elég kivételes eset. A lehetősége megvan, abszolút nem zárható ki, hogy ez előforduljon, de viszonylag kis számban fordul elő. Tehát ez a feloszlatás, ezt tehát az országgyűlés tudja megtenni. Eztől eltérő, ugye elsőként említettem, a feloszlást, ugye a képviselőtestületnek megvan az a lehetősége, hogy önmaga döntsön arról, hogy ebben az összetételben ő többet működni nem kíván, és a ciklus vége előtt önmagát feloszlatja. Itt néhány eljárási kelléket meghatároz az önkormányzati törvény, nevezetesen azt, hogy itt név szerinti szavazásra van szükség. Ugye érthető, hogy miért, gondolom, ugye azért, mert egy nagyon fontos döntésről van szó, az egész adott esetben a ciklus hátralévő időszakát markánsan meghatározó döntés az, hogy működjenek-e tovább, vagy nem működjenek. Ugye megint azt mondom, hogy egy kicsit bejön ez az együttműködési kötelezettség feltételezése. Ha látom, hogy nagyon nagy a kötélhúzás, nem ezt gondolom beszélek, hanem általában bármilyen településről. Nem tudunk megegyezni, mert a település, tehát a képviselőtestületben padhelyzet van. Tehát képzeljék el, mondjuk van egy 10 fős testület, és akkor 5-5, és akkor állandóan egymással kardoznak, ha véletlen valamelyik nem jön el, akkor jó, mert akkor végre van egy 5-4-es többségünk, és fordítva. És látják, hogy ezt egy új választással lehet, hogy lehetne rendezni. Tudok olyan települést mondani, ahol ez meg is történt az elmúlt egy-két évtizedben. Tehát ez előfordulhat. Megint azt mondom, hogy ennek a jognak a gyakorlása akkor szerencsés, hogyha az előremutató módon történik. Ugye előfordulhat ugye olyan helyzet is, hogy megtörténik az önfeloszlatás, tehát ugye kimondja a képviselőtestület azt, hogy ebben az összetételben ő nem kíván működni, de mondjuk közel azonos alányokkal választják újra a személyeket, mert ugye a választópolgárok úgy döntenek, hogy nekik jó ez az összetételi testület, akkor ugye megint van egy helyzet, és azért mondom ezt a dolgot, mert az önkormányzati törvény azt is megmondja, hogy ennek a bizonyos időközi választásnak, tehát ha önfeloszlatás történt, a költségeit az önkormányzatnak kell viselnie. Ami nem biztos, hogy elhanyagolható tétel egy rossz anyagi helyzetben lévő önkormányzatnál, ami egyébként tetejében nem is kicsi. Mert ugye, hogyha, bocsánat, én mindig egy kicsit elkezdek kis településről kiindulni, hogyha egy kicsi településről van szó, akkor az jóval kisebb költséget generál, bár persze nyilván a költségvetésen feltétlenül olyan nagy, mintha mondjuk egy nagyobb választás kell, hogy több embert kell megmozgatni, több szavazatszámra, bizottságra van szükség, stb. Stb. Tehát ez azért egy bizonyos fajta óvatosságra is int, de a lehetősége megvan arra a képviselőtestületnek, hogy saját maga elhatározza a feloszlatását. Hozzá, vagy plusz egy kérdés, hogyha egyes képviselő visszaadja a mandátumát, akkor az adott körzetben új választás lesz, vagy akkor mi a helyzet? Igen, itt ugye a törvény a különböző település típusokon eltérő módon határozza meg, ugye attól függően, hogy mekkorák. Ha egy esztergomi méretű településről beszélünk, akkor itt valóban ugye az a helyzet, hogy ha egyéni választókerületből került be a képviselő, és ő adja vissza a mandátumát, akkor az ő körzetében ugye választást kell tartani. Ha pedig ugye listáról került be, akkor ugye a listáról betölthető helye, mindaddig, amíg a listán szerepelnek még képviselő, korábbi képviselőjelöltek. Jó, és végül a Lex Esztergom, ugye az intézmények átvétele történt törvénye, az országgyűlés vette el. Ez mennyire gyakori, illetve ez egy folyamat kezdete, vagy hogy áll így a jogalkotás? Ez igazából nem annyira jogszabálykérdés, hanem ilyen aktuál kérdés, mert ugye halljuk az önkormányzati konszolidációt, tehát egyre inkább nyúl bele az állam az önkormányzati hatáskörökbe, tehát hogy ez is annak része, hogy tudom, hogy nem jó sok, de mi várható mégis? Szakmai szemmel. Dr. Augur. Jaj, de nagyon jó. Kapok vizet. Köszönöm szépen. Ugye ez megtörtént, ez a 2011. évi 186. törvény, talán volt 100, tehát valahol itt van 196. nem tudom elhelyezni pontosan, aztán a 186-os a nemzeti vagyona 196. Hogy
idézőjelbetéve államosították az intézményeket. Annyiban egyedi, hogy településnél én nem emlékszem ilyenre, hogy törvény így megfogott volna egy konkrét települést, és az egy konkrét településnek az intézményét átvette volna. A folyamat viszont annyiban megjelent, hogy ugye a megyei önkormányzatoktól tipikusan az intézményeket az állam átvette. Most ugye szó van arról, hogy a településektől átvesz bizonyos dolgokat, ez van, amikor két naponta változik az elképzelés, tehát valóban nagyon nehéz kitalálni, hogy mi fog történni mondjuk jövő év közepétől, végétől, stb. Oktatási intézményeknél ugye van egy szétválasztás, hogy átveszi az épület, ott marad, karbantartás ott marad, de az oktatási állományt végző személyeket már az állam fizeti, tehát egy sajátos megosztás is lehet. Ilyen folyamatok vannak és lehetnek. Maga ez a törvény és ez az egyedi folyamat, ez egy egyedi eset, azt lehet mondani. Tehát én nem tudok még egy példát mondani, hogy mondjuk egy másik város, bármi Budapest tipikus legyen, mondjuk attól így átvették volna a törvénye az intézmény. Hogy ez miért van, hogy miért nincs, nyilván lehet szakmai oka is, én a város költségvetésében nem látok be, tehát nem látom az anyagi helyzetet, lehet az is, hogy a működés képességet biztosítsa. Akár ez is lehet. Tehát lehet ennek egy pozitív oldala. Lehet egy másik oldala, hogy ugye akkor onnan elveszem ezzel, és gyengítek egy közösséget, gyengítek egy testületet, gyengítek egy polgármestert, gyengítek egy bárkit. Tehát ennek többféle hatása lehet, szándékos hatás, nem szándékos hatás, ezt így nehéz kitalálni. A jogszabály indokolásából nem sok minden derül ki általában, tehát az nem mondja meg a jogalkotásnak néha a valódi célját. Lehet, hogy politikai érdekek is voltak mögötte, de lehet, hogy a szakmaiság is az diktálta, ezt én nem tudom megítélni, nem vagyok gazdasági szakember, hogy ezzel fent tudták tartani. Ugye hát az egy sajátos minden esetre, hogy azért a fenntartása az, mint hogy itt maradt volna, tehát ugye az város az továbbra is nyugi a terheit. Ugye ez a visszatérve arra emlékeznek rá, hogy mondtam, hogy a feladattal arányos támogatás kicsit megfordult, hát most az önkormányzat arányosan támogatja az államot, hogy arányos-e vagy nem. Ugye hát itt azért nem ennyire komoly vagy nevetséges helyzet, vagy vicces, tehát itt azért elég komoly terhet ró ez a városra, amennyire hallom, tehát ennek megvan sajnos ez a hátulütője. Most már a város ugye például ezzel nem is nagyon tud fellépni. Korábban fordulhatott alkotmánybírósághoz, most már nagyon nehezen jut el oda. Hozzáteszem, az alkotmánybíróság döntéseit megnézi valaki, hogyha egy jogszabályt kifogása az elmúlt 6 hónapban az ügyek 95%-a vagy több, az indítvány visszautasítása az azt jelenti, hogy érdemben nem foglalkozik vele, hanem eljárási jogból nem történik semmi. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy egyedi ügynek látszik, nem látom, hogy egyedi ügyek így keletkezzenek. Még folyamatok elindulhatnak, hogy bizonyos intézményeket, intézménytípusokat az állam átvesz, ugye ez meg is indult, példákat is tudunk rá mondani, de hogy mi lesz, azt nehéz el kitalálni és jósolni. Jó, köszönjük, és hétfőn lesz ilyen, hogy közmeghallgatás ez a búcsúszónak. Olvastam a hírek között, az micsoda? Még erre szeretnénk választ. Hétfőn 5-kor olvastam a hírekben, csak még valamennyire a témát érinti, ez az utolsó kérdés. Úgy látszik, Esztergomban az 5 óra kedvelt időpont, ma képviselőtestületi ülés van 5 órakor, hétfőn meg közmeghallgatás van 5 órakor. A közmeghallgatás egy nagyon izgalmas intézménye szerintem az önkormányzati jognak. Itt elnézést, az előbb is idéztem egy fordulatot, szó szerint most is szeretnék, mert nagyon jól kifejezi a lényeget. A közmeghallgatás célja az, hogy közérdekű kérdések és javaslatok, tehát közérdekű, talán ez a szó legfontosabb, közérdekű kérdések és javaslatok fogalmazódhassanak meg. Nagyon fontos azt látni, hogy a közmeghallgatás az valójában egy kibővített képviselőtestületi ülés. Tehát ott akkor nevezhetünk közmeghallgatásnak egy közmeghallgatást, hogyha ott a képviselőtestület határozatképes formában jelen van. Magyarul a képviselőtestület ülése egyébként határozatképes módon megtartható lenne, vagy megtartható. Abban az esetben, hogyha ez nem áll fönn, attól még ott lehet gyűlni, és közérdekű kérdéseket és javaslatokat megfogalmazni, azzal a különbséggel, hogy akkor az nem közmeghallgatásnak nevezhető, itt egy jogi különbség van, hanem lakossági fórumnak. Lakossági fórumnak, tehát előfordulhat az, hogy a 14 képviselő kolléga közül, hogyha most mondjuk Esztergom vonatkozásában gondolkodunk, nem megy el a határozatképességhez szükséges számú képviselő, de néhányan odaülnek, akkor ők még meghallgathatják a lakosságtól érkező közérdekű kérdéseket és javaslatokat, akkor ott azokat majd jó esetben ugye becsatornázzák az önkormányzati döntéshozatal formába. A közmeghallgatásnak, tehát nagyjából egészében ez a szerepe a
az önkormányzatban. Valójában én azt gondolom, hogy az lehet valahol a logikája, hogy ugye évente legalább egyszer a képviselőtestület nagyon közvetlen módon találkozni, ezt kérem, hogy értsék jól, amit mondok, találkozni legyen kénytelen a választópolgárokkal. Tehát legyen olyan fórum, természetesen egy képviselőtestületi ülés is az, ugye, ami nyilvános, tehát a közvetíti a tévé, meg oda lehet menni, részt lehet rajta venni, meg lehet hallgatni, de a közmeghallgatáson aktívan lehet alakítani az ülésnek a folyását, tehát ugye közérdekű kérdést fölteszem, vagy javaslatot teszek, hogy ezt nem így kéne, ezt nem úgy kéne, akkor ott közvetlen módon lehet kommunikálni a képviselőtestülettel és annak tagjaival. Köszönöm. Zárszóként röviden értékelném a helyzetet, ami elhangzott. Tehát megállapíthatjuk, hogy az esztergomi önkormányzatiság alapvetően, mivel a jogszabályi keretek relatív tágak, ilyen minimális hatásértésekkel, ami mind a két fél részéről történt, ezért történt, de alapvetően törvényesen működik, és ahogy a tanárok is elmondták, az együttműködés hiánya a gond. És sokan felrólják, hogy a keresztény demokrata néppárt miért moralizál. A jövőre vetítve mondom, hogy igen, fogunk mostantól moralizálunk, hiszen szakmailag elemezve látjuk, hogy itt nem a jogon múlik, nem a törvénynek a betartásán, hanem azon, hogy a közösség érdekében a két fél együtt tud-e működni, vagy nem. És mi most úgy látjuk, hogy nem tud, és pontosan ezen az oldalon fogunk mi elindulni, hogy az együttműködést valamilyen szinten elősegítsük, illetve ugye a közösség érdekét szem előtt tartva vezessük a további rendezvényünket, illetve ezt szerint lépjünk fel. Ezután meg szeretném köszönni akkor a két előadónknak, hogy eljött. Kukának megkérem, hogy segítsen ebben, illetve hogy szakmailag értékelni tudtuk a helyzetet, tehát botrány ebből nincs, látjuk, hogy nagyjából de rendben volt. Nem csak jelképes. Igazából én a villányi borokat szeretem, de az Pécsen ott van közel, úgyhogy Szekszárdival készültem. Ó, nagyon szépen, köszönjük. Köszönjük.